uraim! Ez itt a Morning Show! Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Újra az éterbe robban Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Itt a Klassz FM-en. 6 óra múlt pontosan 14 perccel. Hello mindenkinek, jó reggelt! Hello! Hello Jani, hello Feri, hello! Drága hallgatóink, itt vagyunk pénteken a hét utolsó napján, munkanapján, remélem, mi legalábbis biztos. És aztán már csak egy hétfő. Még hétfő jövünk. Még hétfő, mi lelkiismeretesen bejövünk, persze, végig toljuk ezt az évet, ahogy kell, nem? Kaj, de király lesz. Végig toljuk, nem megyünk el lógni, elmehetnénk már, hogy 23-án már nem jövünk, kivettük itt kicsit többet karácsonyozunk, de nem. Mi még hétfőn bejövünk. Úgy döntöttünk. Ez az Avanci, ez nagyon jó, nem? Ó, a legnagyobbak között. Nagyon, nagyon szeretem ezt az Avancit. Avanci. Hiszed, hey brother, Avancitól ez őrület. Egyszerűen hihetetlen, milyen jó zenéink vannak. Akkor a Hey Brotherrel is csinálj valamit. Azzal nem tudok, már gondolkoztam rajta. Hey Bruder. Hey Bruder, igen. Avancitól a Hey Bruder. De egyébként tényleg ügyes. Ügyes ő. Ha egyet hallottál, akkor... Ha egy Avancit hallottál, az összes Avancit hallottad. De ez egyébként tényleg így van. Na. Mi újságban? Megvagytok a karácsonyi bevásárlással? Nem. Folyamatosan harcban állnak a csapataink továbbra is. Én elkeseredett küzdelmet vívok azért, hogy néhány speciális ajándékot. Nem sokat kell, de természetesen olyan dolgokat választottak ki a szeretteim, amiknek a beszerzése már meglehetősen nehéz így 3-4 nappal a karácsony előtt, úgyhogy tegnap gyakorlatilag miután innen elmentem, onnan folyamatosan jártam a várost egészen, azt mondom, hogy este nem tudom, olyan 6 óra felé értem haza. 4 bevásárlóközpont voltam, az összes ilyen profilomba vágó üzletet megnézegettem. De már ilyenkor nincs kérés, haló. Szóljál a szeretteidnek, hogy 3 nap a karácsony előtt már nincs? Előadják rá a listát. Az a baj, hogy nem most kérték, hanem januárban. Ja. Igen. Illetve a tavaly karácsony. Csak a leértékelése vártál. Megvártad, hát évig én olcsóbb lesz. Úgyhogy nem egyszerű. Nem egyszerű a dolga. Figyelj, tegnap délután a városban mozdulni nem lehet. Fú, de gyűlöltemény is voltam. Nekem be kellett mennem a központba, a város központba, kilométeres kocsisorok, én le is tettem kint az autót, mondtam, hogy én nem szórakozom. Mozdulni nem lehetett. Hogy mi az, amit ilyenkor kell intézni? Csak az ajándék? Hát... még mész, fáért, hát, gondolom, halért. Fáért mész, ajándékot veszel, igen, igen. És minden mást. És minden mást. És minden mást. Tehát, hogy így minden üzlet tele volt, de hogy így tényleg kígyózó sorok minden pénztárnál elképesztő. Szörnyű. Volt. Nagyon durva volt. Nagyon durva és ez volt, csak rosszabb lesz, tehát mondom, ha ma még mész egy kört, akkor hello. Igen, durva? Biztos. Biztos. Most még inkább a hétvége az teljes katasztrófa, és aztán karácsony. És mindenki így megy a karácsony falán. Mindenki ölni akar, vár, igen. Igen. Az a jó, hogy nálunk van egy ilyen alapvető fáziskésés állandóan, tehát soha nem a kúrens termékeket választják a szeretteim, hanem azokat, amik egy-két évvel ezelőtt már kifutottak. És így viszonylag nehéz, tudod. Ja, hogy már nem lehet kapni. Már marhára nem lehet kapni. Fijetek, őket. Internetes úgy, rendelés. Halál komolyan mondom. Lehet biztonságosan csinálni ma már, tényleg jó. Hogy van egy ilyen alkártyád, ilyen vásárlói kártya, mondjuk a bankodban, oda annyi pénzt teszel csak rá, amennyit pont elköltesz, nem tudják ellopni a pénzedet, megrendeled, és várod otthon korszerűen a csomagot. Érted? Megérje? Jó napot kívánok! Pénz, csomag, vagy nem tudom, pénz már nem kell, és megvan minden. A legjobb. Nagyon jó, csak hát ugye egy-két napos szállítási idővel esetleg kicsit később, tehát ja, ha valaki hát már későn kapcsol, persze, igen. Akkor két ünnep között szentestézik. Bontjuk el, oké, na és most kibontjuk a... Nem. Nem bontjuk ki? Nem, 26-án fogjuk kibontani. 27. Vagy 27, esetleg. De lehet, hogy lesz benne egy pici csúszás is. Úgyhogy, hát, katasztrófa. De én megoldjuk. Rájöttem, hogy én az estét szeretem a legjobban, amikor már lement az ajándékozás. És már így túl vagy mindenen. Az a legjobb. Nyugi van, áll a fa, ott van a gyerek, még a tűz. Náluk akkor áll a fa, amikor már nincs ott a gyerek. Igen, hát, az igen, egy más típusú fa. Lement az ajándékozás, túl vagy a stresszen, és úgy valahogy úgy bele tud süppedni a karácsony estébe. Én ezt várom. Még eszel valamit, tudod, kicsit ott úgy valamit csinálsz. Tudod, hogy nem kell lefeküdni időben. Nem kell időbe lefeküdni. Holnapra már van program. Főzni nem kell, mert megint mentek valahova. Nyugi van. Én ezt bírom a legjobban. Kényelmes, hátra lesz a fotelben, kellemes, meleg van, duruzsol a konvektor,
villog a kontakthibás fűzér. Az nem, nem villog, szikrázik. Istenem, na, nagyon szép kicsim, csak ne menj arra. Csillagszor, ez nem az. Jaj, új, kérdez, ezt ide na. tartozik. Hát új tévécsatornánk van. Tegnap na, este. Na, nem mond. Várjál, hát tegnap este akartam rá. Jó, hát ti is előfizetetek az RTL 2-re. Nem, az már nagyon régóta van. Alig várom már, hogy legyen megint VV. Hol, januárban indul a VV. Miért kell ezt csinálni, de tényleg. És most nem kell majd annyit fizetned az SMS-ekre sem. Na mindegy, a lényeg az, hogy igen, nem kell annyit fizetned. 12-es csatorna nevet is. Az a neve, hogy karácsonyi hangulat csatorna. Karácsonyi hangulat csatorna. Várjál, nagyon jó. Tudod, mi van rajta? Egy kandallót mutat, fával, ami világít. Ah, se rossz. Ezt így bekapcsolod, hangja van, pattog a tűz. Nem hiszem el. Esküszöm, itt dögöljek meg. Ez nagyon jó. Komolyan. És akkor így bekapcsolod, egy kandallót mutat, soha le nem égő fákkal, tehát kipróbáltam, így időről időre visszamentem, hogy változik-e valamit, ugye a tűz miensége, meg a fa, pattog a tűz rendesen, sistereg a kicsit nedves fa, és akkor ezt így bekapcsolod, és... A falon villog fönt, a szénmonoxid jelző. Igen, hogyha baj van, és ez a neve, hogy karácsonyi hangulat. Fihaz, ez van, menő. Ez nagyon jó. Keressük már meg, hát van nekünk is ilyenünk. Hát, tök jól nézhet ki. De és akkor semmi változás? Te nem volt az, hogy kimentél a szobából inni egy pohár forradót, mire visszajöttél, már a csomagok egy része eltűnt, vagy, ne, ne, vagy ilyesmi, vagy félbe a tüzet, feltűnt. Valaki kinyúlt a tévéből? De ez jó. De ez jó, oda kapcsoló, oda, az nem, amikor csak lángot mutatnak, meg akváriumot mutatnak, ezek jó, jó dolgok. Mm. Napközben se semmi változás, nem mutatnak szintén karácsony a kompatibilis kárban csapkodó pontyokat, meg ilyesmi. Ne, 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 nem, nem, semmi. Á, semmi. Ez menő, látom, Anna megmutatta. Igen, amatőrök ezzel, hogy nincs ponty. Úgyhogy ez van, és akkor azt csinálod, hogy szépen erre kapcsolsz, és olyan, mintha lenne egy kandallód. Mm, de jó. Most az egyik ilyen óbudai bevásárlóközpontból is jártam egyébek mellett tegnap, és ott is láttam egy hasonlót, egy ilyen berendezett szoba belső volt, és be volt rakva egy ilyen LCD tévé a kandallóba, és ott szépen ott. Hát, pattogott benne a tűz, de néhányan megálltak, és így nézték. Nagyon így sokan látszott, használják ki a háttértévézésnek. Jaj, de szép. Igen. Oda mész mellé melegedni, igen. A nagyobb LCD-k hőt is adnak, úgyhogy hosszú. Ja, nagyon nagy. Úgyhogy ez van, mi kint voltunk tegnap a vásáron. Na melyiken? Mind a kettőm. Minden van a belvárosban. Bazilika meg a Vörös Márti? A bazilika fényvetítése, hát a gyerek. Arról csodákat hallottam, hogy nagyon csak szép. Csak azért fél óránként megy a dolog, és az egész bazilikát megfestik fénnyel, de olyan profi, hogy én sok ilyet láttam már, de nagyon sokféle van, tehát több ilyen motivum van, vagy több ilyen kis szett, amit fél óránként vetítenek, zenével együtt szól, az összes kis díszítést körberajzolja lézerrel, világít az egész bazilika, akkor fölfut rá egy nagy rózsa, de szép, esik lehet. A hó. Nagyon-nagyon jó. Csak a vásár kicsi, nem? Sokan vannak. Pont elég. Igen? Szerintem, figyelj, úgy se akarsz ott venni semmit. Se, az égény egyetőleg sem, úgy értem, hogy kicsi helyen van. Tehát, hogy nagyon szűk, nagyon sokan vannak, és nagyon szűkös, nem? Hát, igen, vannak olyan keresztmetszetek, ahol igen, egy kicsit ilyen torlódós. Ja. Összevesztem egy borárussal. Na. Na. Hát 900 forintért ne csesszenek át, tudod? Én azt gondolom. Ki... Már hogy 900-al többet számolsz? Nem, hanem 900 forintba kerül az a bor, ami víz. Az ja. A forralt bor volt. Hát akkor... Tudod, és mondtam neki, hogy én tökre megértem, hogy te pénzt akarsz keresni, mert nyilván ebből élsz, meg biztos máshova nem is jársz egész évben, nem vagy vásározni. Hogyha 9 kilót elkérsz egy forralt borért, abban legyen már forralt bor, ne forralt víz, mert nagyon aranyos. Tök igazad van. És többen jöttek vissza, hogy ez mi. Mert hogy ezt, tehát ezt ilyet otthon is tudok csinálni. És akkor átmentünk a másik helyre, ott megadtak jót, az is 9-ért, de utána még tényleg húzós. Csak az 9000-ért. Ja, 9000, de abban legalább viszont volt. Abba viszont volt. Mm-hmm. Volt. Amit mondtál te is egyébként, hogy 1200 a kürtös kalács, meg 1004, nem olcsó. Hát nem. És a gyereknek ugye nyilván meg kell venni, úgyhogy biztos erre is egy kicsit rájátszanak. És kimentünk a Dunapartra, az általatok is fényvillamosát meglesni. Na, jött nektek? Jól néztem, várjál. A másik oldalon. Tényleg? Persze, most Budán megy végig. De akkor lehet, hogy igen, este Budán megy. Napközben megy, azt hiszem, a másik oldalon. Na, ott megy, látjátok, gyerekek. Apa, hol? Ott mondom, nézzed már, ott megy a fénycsík. Az autó, nem mondom, a villamos. Úgyhogy ilyen messziről nem annyira szép. Ilyet, tehát szép onnan is, csak nem sok látszik belőle. De ezért nem jött nekünk is, mert este a 19-es vonalon jár. Budán, és Pesten megy, azt hiszem napközben, valaki megírta. Uh-huh. Tehát mi állhattunk volna ott, még nem tudom, meddig órákat. A büdös életben nem jött volna. Az meddig megy, januárig? Nem tudom. A végállomás. Januárban van a végállomás? Hol van a végállomás?
Na mindegy, jó van. Hogy állunk játékkal? Mit hoztál? Ne, hát csak tegnap, még te is itt voltál, ja. És nagyon büszkék vagyok rá, úgyhogy mindenképpen elmondom, hogy tegnap itt járt nálunk egy háromfős kontingense, az MH-25/88-as könnyű vegyes zászlóalnak, ráadásul Pintér Ferenc alezredes úr megbízott parancsnok vezényletével, és hát átadtak nekünk két emlékplakettet, illetve két emléklapot, ami arról tanúskodik, hogy mi az MH-25/88 könnyű vegyes zászlóalj tiszteletbeli tagjává lettünk fogadva Balázssal 88 éves korunkig. Utána mi van? Hát ők a 88-asok, hogyha majd 90-esek lennének, akkor de most érted, mert jöttünk az emléklapokért, ott van bent a szobában. Nagyon jó arcok lennének, ezt fejben tartanak, és 88 évesen visszavennék, az igazán jó fejség lenne. Én el tudnám képzelni, hogy bekerült. Fel van az írva. Így van, fel van írva a zászlójának az almanakjába, hogy 88 éves korunkban ezt vegyék vissza tőlünk, de nagyon-nagyon jó fejek voltak. A katonai szakképzettségünk mesterlövész, polszki fiatra specializálódva. De ez csak te vagy? Nem, mind a ketten. Ne, hát a Balázs nem kaphat, nem is lőtt. De te is. De ott voltunk. Így van. Én is lőttem. Aztán nem estettet együtt hajtottuk végre, úgyhogy mind a kettőnknek természetesen jár. Az emlékplakett egyébként elképesztő jól néz ki, tehát hogy ebből is látszik, hogy megadták a módját a dolognak, nagyon komolyak voltak, hát is az annyira megható, hogy még ennyi hét elteltével is még így jó szívvel gondolnak. Igen, mert pont együtt ültünk a szerkesztői szobában, amikor megérkezett a százezredes úr meg a sameszai. Hú, fölvonult a sameszai. A százezredes úr meg a sameszai. Na most ők egyébként nézéssel tudnának ölni valószínűleg. Remélem, hogy legközelebb nem fognak engem kinyírni. De halájó fejek voltak, hogy tényleg eljöttek, nem? Ide hoztak is. Nem, most akivel pacsiztunk, ő volt az alezredes. Azt úgy hívják azt a sok aranyat a vállán. Ő csak úgy megjelenik ott a laktájában, és mindenki reszketve vigyázz be. Hát ez a hello, mi van, jó vagy? Jó. Néztek a katonák, hogy hogy beszélünk vele, tudod? Hát nekünk más nyilván nem fogunk. Erőt, egészséget, alezredes úr, szolgálattisztet, egészséget. De szerintem ő nem is várta el se tőle. Tőlünk nem, de hogy azért tehát vicces volt látni. Igen. Ezt mindig, hogy vele hogy beszélnek, meg hogy mi civilként hogy beszélünk vele. Tehát csak tudod, oldalban nem ütöd. Na, jó vagy, na, mi van? Gyere, iszunk valamit, hogy úristen, egy alezredes. Hogy pedig ez? Hogy, hát. Így van. Az a típusú ember, aki így a nem, nincs, majd a holnap kifejezéseket nem annyira ismeri. Ja, hogy nem lett neki azt mondani. Igen, a beosztottjainak a szájából ezeket még nem valószínű, hogy hallotta. Pedig olyan helyes csávónak tűnt, kedves. Ahogy ide bejött. Kedves, aranyos. Igen, aranyos. Mondjuk az gyanús volt, hogy a két gyakorló egyenruhás férfi az úgy meghúzódva állt a háttérben. Ők nem mertek feloldódni. Ők a váratlan mozdulatodra vártak, Feri. Ja, hogy bizonyíthassák, hogy mivel neki szakképzettség. Igen, nyilván neki megyek egy. Úgyhogy nagyon helyesek voltak, nagyon kedvesek. Köszönjük szépen még egyszer. Meg se kéne, isztok valamit? Ez jó lett volna mondatnak? Srácok. Hát szerintem elég merevek ebben. Egyfeles, kétfeles. Véget bontsunk. Valószínűleg nem fogadták volna. Meg kellett volna hívni őket valamire? Hát lazítani a hangulatot. Tényleg ez az oldalba verős. Iszunk valamit. Leesik a sapkáját. Leesik a vállapja. Azt bírták volna. Igen. Én már nem is tudom, hol van ez az emléklapom. Benn van az asztalodon. Igen? Föltesszük a falra, az emlékfalra. Mondjuk az asztal egyre kevésbé hasonlít asztalra, de ez minden négyünkéről elmondható, mert napok óta áramlanak be a jó kívánságok, meg mindenféle, nagyon szépen köszönjük mindenféle ajándékok, meg csomagok, úgyhogy már nem látszik az asztal. Hál' Istennek. Köszönjük. De mik vannak rajta? Hát, mert én már nem látom. Ma reggel például, vagy tegnap este kaptunk annyi nyírfacukrot, amiből már, hogy hívják, tartósíthatnának is minket. Évtizedekig elég lesz. Irgalmatlan mennyiségű nyírfacukrot kaptunk. Hát, hála Istennek, ugye tegnap erről volt szó, az elmentes övezetben. Ennek köszönhetjük, és nagyon exkluzív kiállású kis csomagocska. Úgyhogy az, Pirog Gábor is járt itt valamelyik nap, aki ugye az elmúlt 35 évet, igen, azzal töltötte, hogy különböző Hollywoodi blockbusterekben öregbítette a magyar kaszkadőr szakmának. Ja, tényleg neki is ott van a könyve, úgyhogy, igen. És még sorolhatnánk. Igen. A Noé állatoton is küldött most egy nagyon helyes kis csomagot. Ők gyakorlatilag évek óta szállítják nekünk a... Egy macskát és egy kakadutát. Igen, de mind a kettő ivartalan itt van. Igen, itt ülnek az asztalon. És ketten együtt semmit se tudnak összehozni. Na jó, van játékhelyzettel. 3-1-re elvittük a hetet. Akkor tulajdonképpen tisztes helytállásra kérlek. Megpihennék, srácok. Én ígértem, hogy én megteszem, amit kell, hozom a hetet. Ezt álltam a szavam, úgyhogy egy szép 4-1-el most már ti vagytok. Igen, nem, én hoztam az első napot a héten, hello.
Úgyhogy János, akár János, te is feltelted erre a koronára a csúcs tiszt. Na jó, legyen. Feri most már úgyis a forradborosokkal van harcban. Én meg akkor most a kaffekre. Észrevettétek, hogy már nem a hallgató dönt, hanem mi döntünk, hogy ki játszik? Igen. Tehát finoman megfordult a dolog, hogy egymásnak osztjuk le. Játszol? Nem? Te? Á, játszom, egyet dobd ide. Menjen. Igen, passzold ide, majd akkor most lesz valami. Na jól van, oké, okay. Lehet jelentkezni játékra, jó? Nyugodtan, SMS-ben arcoskodva, nagyon bátran. Fél hét van, jövünk a hírek után. Ez itt a Morning Show. 6 óra múlt 49 perccel, hello, mindenkinek jó reggelt kívánunk a hét utolsó napján, pár nappal a karácsony előtt, a szenteste előtt, és az évvégi evés, ivás, lazítás, lefűzés előtt. Utazások, pihenések, reméljük sokaknak adódik ez, vagy lehetősége. Adódik arra, hogy együtt legyen a családjával, hát már mi is várjuk, hogy kezdünk kipukkadni, nem? Tehát így a lufi, amit tudod, így fölfújtál reggel, vagy este, gyerek elment aludni, és reggel keresi a lufit, és találsz valamilyen ilyen plöttyet, valamit. Így az ember automatikusan elkezd leengedni, nem? Igen. Tehát érzed, hogy jön, akkor leengedsz. Ha nem éreznéd, hogy jön, pörögnél tovább, de így, hogy mész bele, engedsz le. Én legalábbis nagyon. Hát meg az a baj, hogy rád nézek, és mit látok? Mit látok? A csillogás. Ne, így egy, a emelet, de még a hihetetlen csillogás, ami belőle állat sem tudja ki söpörni azoknak a társasjátékoknak, játékszoftvereknek és fenyőfáknak a képét, amik folyamatosan keringenek így az agyamban, mert még közülük nem sikerült mindegyiket beszereznem. És tudom, hogy pont azok foglak hiányozni majd. Az összes többi, akkor nem érdekes. Csak az, amelyik nincs. Én tegnap ilyen hangulatban voltam, autóztam egy 3 órát teljesen értelmetlenül a városban, mire odaértem, ők már nem voltak ott, átmentem az elfogyott, kaptam egy defektet a gumimat, nem tudták megcsinálni. Tehát tényleg szörnyű napom volt, semmit nem tudtam elintézni, és én tegnap elengedtem az egészet. És azt mondtam, hogy nem vagyok hajlandó, tehát itt a vége. Miért engedtem el? Semmi. Feleségem. Majd megdolgozhatok. Dolgozhatok fel. Tehát arra gondoltam, hogy vége. Kész. Mondtam, nagyon tönkre mentem a tegnapi napon, és mondtam, hogy nem vagyok hajlandó ezzel elrontani. Nem lesz ajándék, nem lesz. Nem lesz az a falat, nem lesz. Kisebb lesz a fal, mint amit kisebb. Nem érdekel. De megpróbálom a dolgot élvezni, és kész. És mondom, mostantól kezdve nem vagyok hajlandó semmi idegeskedni. Nem úgy fog állni, nem úgy fog állni. A családod is ugyanígy gondolja? Tessék? A család is ugyanígy gondolja? Tehát Benni is így gondolja, hogyha nem, azt hozza Jézuska, amit kért. Illetve Viki is ugyanazt gondolja, hogyha nem, akkor lesz a karácsonyfa. Engedjük el? Ezt mindenkit meggyőztem. Nem azt jelenti, hogy senki nem kap ajándékot, hanem hogy nem lesz rosszabb attól a karácsony, ha megengeded magadnak, hogy ne legyen minden tökéletes, érted? Tehát, hogyha hagyod, hogy úgy most úgy jöjjön, aminek jönnie kell, mert mindig abban fárad el az ember szerintem, hogy megpróbálsz minden tökéletesen, az mindenki jól kell sikerülni, stresszelsz, izgulsz, és mire odaérsz, tényleg kicsit leengedsz. Viszont azt mondod, hogy ugyanolyan lesz, mint a többi, nem vagyok hajlandó befeszülni ezen és idegeskedni. Tök jó, hidd el, hogy sokkal könnyebb. És utána meg már így megoldódik minden. Komolyan. Most miért nézel így? Hát engem nem kell győzködni. Tényleg. Én meg vagyok hetek óta mindennel. De ez nem csak az ajándékot, ez úgy unblock, úgy tudod, hogy minden. Persze. Az egész. Szóval, hogy így vagyok. Az a baj, hogy én az a lelki alkat vagyok, aki ugye évközben nem vagyok. De hogy évvégén én az utolsó véremig, az utolsó cseppvéremig küzdök turbomenért, mint Schwarzenegger a hullapelyesben. De most komolyan, tehát hogy most jelenleg például még egy internetes piactére is odafigyelek, mert ott találtam meg valamit, amit egyébként az üzletekben nem. És nagyon félek tőle, hogy elviszik előttem, mert még nem kaptam visszajelzést róla, de... Üzle, nem lehet leütni? Nem, nincs izé ár, szabad ár, vagy hogy hívják, az milyen ár? Hülye, vagy nem fogom fixáról leütni, ja, 1500 forinttal drágább. Hát, karácsony, ide vagy oda. Stresszelj még 3 napot egy 1500 forintos árkülönbözeten, megértem. Mondjuk így valóban stresszes a karácsony, de ne úgy derem, hát várd meg. Persze. Nem szabad meg az utolni magunkat. Ne, abszolút. Aki szeret, az így szeressen. Igen, abszolút. Na jó, van, megnézzük, hogy ki a mai játékosunk. A verhetetlen rádiós trió felkészült a harcra. Egy műsorvezető, egy hallgató és egyetlen szabály. A Morning Show arénájában Sebestyén Balázs, Rákóczi Ferenc és Vadon János várják az új kihívókat. A csatát 4 tiltott szó dönti el. Fekete, fehér, igen, nem. Készen állsz rá? Jól gondolt meg a választ. Halló! Sziasztok, jó reggelt! Yeah. Hello! Erika, mi újság, honnan jössz minket? Zalaegerszegre van. És nagyon izgulok. Tegnap nem Erikánk volt?
Hát biztosan nem én voltam. Te nem, de tegnap volt játékosunk, igen, szerintem. Anna, tegnap nem Erika volt játékosunk? Ja, semmilyen, már alszik. De igazából mindegy is. Ja. Szerintem simán elfér két Erika is az ország. Abszolút nem. Igen, de matematikailag van rá lehet. Vagyunk egy páran. Erika, honnan hívsz minket? Zalaegerszegről. Zalaegerszeg, jó van. Kivel szeretnél játszani? Janival. Kezdjük is, jó? De megtisztelő. Köszönöm. Mert aztán nagyon-nagyon megcsúszunk. Mehetünk, Erika? Igen. Legyél ügyes, drukkolok. Jó? Oké, köszi. Janinak, igen. 3, 2, 1, és tessék! Erika! Szia, Jani! Szia, parancsolj! Mi lesz a karácsonyi menü nálatok? Hú, a nővérem főz, úgyhogy még egyelőre sejtésem sincs. Nálatok édességek? Édessége? Hú, vicces, persze, hogy lesznek. Nálatok? Te szoktad készíteni? Hát, nálunk a férjem főz. Jól főz? Nagyon. Kiválóan. Mi az erőssége? Erőssége? Levesek? Levesek, főzelékek. Húsok. Töltött húsok is? Főzelékeket nem igazán. Töltött húsokat sem szoktunk, inkább az egyszerű ételeket. Hoppá! Igen! Ott volt. Oh. Töltött húsokat nem igazán. Azt hiszem valami ilyesmi volt. Vagy a húsokat nem igazán, valami... Töltött húsokat nem igazán. Töltött húsokat nem igazán, ez azt jelenti, hogy szép volt, Jani! Köszönöm szépen! Na, haragudj, Erika. Vágli. Jól készít a férjed? Vágli. És hogy készíti a... Vágli. A férjed, igen. Erika, hát bocsánat, ott volt egy nem, ha jól hallottam. Remélem, jól hallottuk. Itt vagy? Biztos, ha jól hallottál. Igen, itt vagyok. Pedig ügyes voltál, de lehet, hogy tényleg egy picit túl izgultad a dolgot. Jól van. Köszönöm szépen. Igen, olyan kis jól tűrted egy ideig a nyomást, vagy jól bírtad, de aztán valahogy 40-nél elkezdtél bedarálódni, hogy hogy mondjam. Hát nagyon sajnálom. Oké, ne haragudj, Erika, bocsánat. Köszi a játékot. Oké, köszi, szia. Ciao, hello. Szia. Na, gyerekek, egy tisztességes, becsületes helytállás. De jövő héten még vár ránk egy villámháború. Egy a mindent vívő, aki azt nyeri, az évet nyeri, jó? Jaj, nem már. Olyan szép évünk volt, ez most 4-1-re az utolsó egész. Tegyük fel ezt a hétfőre. Aki a hétfőt nyeri, azért az egész év. Egy évig lúzerek leszünk, ha elbukjuk. Na, az igaz, viszont egy évig királyok leszünk, ha megnyerjük. Uh-huh. Ezt ilyenkor elegánsan oda szokták adni. Jó, egy visszavágó, az univerzum királya, a galaxis királya, aki a hétfőt nyeri, az egész évet nyeri. Menne vagytok? És nem mondjuk meg előre, hogy ki játszik, akit választanak. De már így is királyok vagyunk, most minek kockáztatjuk? Mert az a menő, mikor nyertél, de oda dobod még a hétfőt. Ebben azért van feeling. Szerintem is. Dobjuk. Ja. Ha a hallgató nyeri, ő az év királyai. Ha mi, akkor egész egyszerűen megsemmisítettük őket. Egy villámháború, aki a hétfőt megnyeri. Jó? Jó, és akkor csináljuk azt, hogy csak gyerekek játszhatnak. Egy giga mega irgalmatlanul felturbozott csomagért legyen a verseny akkor. Jó? Tudsz mindent intézni? Mindent, amit találunk a szerkesztőségben, és már nekünk nem kell, illetve a szelektív már tele van. De hogy minden olyan jó, legyen egy nagy ajándékcsomag. Minden okay. Legyen benne, amit egyébként az átlagos megszokott, és egyébként nagyon értékes, meg nagyon megbecsült dolgok mellett találunk. De remélem nem lesz rá szükség. Mert ez csak akkor van, ha meg elveszítjük. Jó, tehát hétfőn a mindent vívő játék, jó? A Galaxis és az Univerzum királya címét, jó? És a Giga csomagért. És a Giga csomagért. 3 perc múlva pontosan, 7 óra, jönnek a hírek, aztán itt vagyunk is. 4:08 lesz pontosan, 3 perc múlva, hello mindenkinek, jó reggelt, itt vagyunk, megittam a kávémat, érezni mi? Ugye? Igen. Megérkeztem az adásba. De már megint folyt. Hogy nem fogytam. Is hagytad. És eddig tartod, gyorsan egy kort kávét megint. Igen. Nem, most már elkészítenem a kis mandala teámat, úgyhogy... Mandula tea? Mandala tea. És akkor mormolni kell. Ez nem egy félreolvasás. Nem, én mindenféle ilyen mandala teákat iszom reggel. Majd egyszer erről szívesen beszélek. Ez most egy mandala tea itt ebben. Olyan összetevőkkel, olyan hatással. Nagyon klassz. Meg a papírázik bele. Igen, a papírt azt ne. Beledobtam, gyerekek. A mandala papírt azt ne. Mandala teácskát iszom. Nagyon, nagyon kis finomka. Semmiféle szintetikus nincs benne, csak ilyen mindenféle gyömbér, meg kamilla, meg zsarlófű, meg zsájahere, meg... csak ilyenek egyébként. De tényleg, én ezt, hogyha bármelyik hallgatónk kételkedik abban, én bizonyítani tudom, minden reggel 7 óra 10-kor indul a mandala Balázsnál. Na,
Játékosunkról egyetlen egy mondat, jó? Mert hogy nem mondta ki. Meg tudjuk mutatni, mert nagyon sokan mondták, hogy ki mondta, és hogy mi csaltunk, de mi soha nem csalunk a játékban. Ha ki mondta, azt is elmondjuk, hogy ki mondta, ha nem mondta ki, elnézést kérünk, megadjuk az ajándékcsomagot. Nem mondta ki, illetve pontosabban ki mondta, azt mondta, de mindjárt meg is hallgathatjátok, hogy főzeléket nem igazán. Tehát nem volt sem, itt nagyon sokan írták, hogy semmet mondott, nem azt mondta, ki mondta a tiltott szót, de meg tudjuk hallgatni. Jó? Megmutatjuk, figyeljetek. Főzelékeket nem igazán. Töltött húsokat sem szoktunk, inkább az egyszerű. Itt a sem, de előtte így már van. Azt nem is mondott, hogy sem igazán. Főzelékeket nem igazán, de töltött húsokat sem szoktunk. Ezt mindig azért mutatjuk meg, ilyenkor, hogy senki ne gondolja, hogy mi elvennénk valakitől egy ajándékcsomagot, kimondta a nemet. Köszönjük a figyelmes, kevésbé bántó és a nagyon bántó SMS-eket is. Azokat is nagyon köszönjük. Mégis a karácsonyban is hihetetlen, hogy az a szeretet, az hogy át tud fordulni hirtelen valami másba, ha úgy gondoljátok, hogy csaltunk, de nem szoktuk, ezért mutattuk meg. Ott volt a nem, kimondta nemet. Viszont azt jól halljátok, hogy Norbi azt mondja, hogy Volkswagen. Bájli. Igen. Igen, Volkswagen. Hát ez... Na mindegy. Jól van. Köszönjük a vidám perceket Norbinak. Norbi nagy móka. Az egész éves vidám perceket. És várjuk a következő. Igen. Keresztés. Nézzünk egy-két közlekedési hírt, hogy mi a helyzet. Tényleg küldjetek, jó? Mert viszonylag kevés van. Legyen egy fajta ilyen hangulatjelentés, hogy mi a helyzet az autópályákon, hidakon, Budapesten, nagyvárosokban, mindenhol, jó? Mert kicsit kevés most még a közlekedés, de van egy-kettő. Hajdúsámson és Debrecen között baleset, egy sáv sem járható. És már ünnep van a MÁV-nál, egy órát késik a szegedi gyorsvonat. Kengyelfutó gyalogkakuk írta ezt nekünk. Köszönjük szépen. Képzeljétek el, hogy tegnap a tömegközlekedésben egy olyan élmény részese lehettem, amilyenekről mindig csak hallottam, meg olvastam, de hogy eddig még nem. És elmondom, miről van szó. Na, halálosan egyszerű. Nem tudjuk. Keresztbe állt az úton egy troli, és nem tudott elmenni tőle a 4-es, 6-os villamos. És bemondta a villamosnak a vezetője, hogy keresztbe áll előttünk egy troli, hát tovább tudunk menni, ha valaki eltolja. Kinyitom a baloldali ajtókat, óvatosan szálljanak le. Ajtók kinyíltak, és mintha egyébként a világ legtermészetesebb dolga lenne, az emberek leáramlottak, és rögtön rohantak, hogy segítsenek, hogy eltolják a trolit, és el is tolták. Gyerekek, ez döbbenet. Nagyon jó volt. Döbbenet, de tényleg, de hogy került a sírre? Ott halt meg? Tehát ott lehette ki a lelkét, a kis troli? Ott a kereszteződésben lett vége szegénynek, és akkor így gyakorlatilag a népes utazó közönségnek a segítségre volt szükség ahhoz, hogy a villamos tovább tudjon haladni. Még olyan, én azt gondolom, hogy emblematikus média személyiségek is, mint például Fiala János. A Fiala is tolta. Összefutottam vele a megállóban, igen, jattoltunk. Abban a pillanatban, hogy nyílt az ajtó, ő már iszonyatos elszánt arccal. Ment. Berágott? Ment, igen. Mert előre menne, mondom, akkor... Senkinek egy elmezzel annak, nem megyek, a Fiala berágtat. Így van. Ott vége van. Ha már a Jani ott van, én már nem kellek. De miért nem mondtad, hogy János? Te is tolsz. Toltatok volna. Te Jánosok toljunk együtt. Igen, ti Jánosok toljatok együtt, igen. Egyetlen szépségével volt a dolognak, hogy annyira tolták el az emberek a trollit, hogy rátolták az ebrára. Túltolták? És ott hagyták. Ott már nem megy a villamos. Mi már tovább tudunk menni. Itt megmondom, mi a munkaleosztása. A villamoson utazók letolják a villamosíről. A zebrán átkelők áttolják a zebrán. Az autósok arrébb tolják, hogy tudjanak menni. A föltolják a járdára, onnan letolják a gyalogosok. Ha betolják egy bölcsödébe, ott eltolják a gyerekek. Tehát mindenkinek megvan a munkaleosztása. De mindenki meg áramszedő, ugye? Mindig valaki arrébb tolja egy kicsit. Hogy hal meg pont a villamos innen, de tényleg? Ott valószínűleg volt valami áramkereszteződés, igen. És kiütötte, leverte, átütötte, nem? Ennyi. Ennyi, de ott gyakorlatilag abban a pillanatban meg is halt a körút. És az onciki két BKK-s jármű. Az onciki, nem? Hogy az egy, ugye nem tudsz tovább menni. Ne, Feri, nem ciki, ez öröm, mert hogyha a 6-os villamos kellett volna tovább tolni. Na, az már. Van ebben egyébként valamiféle ilyen szépség szerintem, amikor így hirtelen kiszakadva a tömegből így egyé válsz a többiekkel, és összehoz benneteket valami kollektív troli. Közösségépítő. Igen, tehát abszolút közösségépítő, hogy egy közös troli tolás így összetart benneteket, nem? És van egy ilyen közösségépítő szellem. Buli. Jövőre évfordulós buli. 2014. december, nem tudom, hanyadika volt tegnap, 19? 18? Mindegy. Na, 18-a. Egy év múlva találkoztok ugyanott. Egy tényleg. Tök jó lenne. Gyerek, én nekem ez annyira nem hiányzik komolyan. Kevés dolgot ír így le a saját életemből.
A trollitolás? De nem, az egyik a BKV-zás, hogy nem ja. kell. Én olyan hálás, hogy én olyan sokat BKV-ztam 21-22 éves koromig, amíg nem volt autóm, nem vettem meg az első kis polszkit, amit szegény már kilehelt a lelkét idén. De hogy az, szóval az nincs benne sok jó. Azon kívül, hogy amikor fiatal vagy, tudtad nézni a csajokat, tudtál egy kis mini flörtöket begyűjteni szemezésekkel, de na, azon kívül az... semmi. Az nem múlik el egyébként. Csak mindig mögébb néznek. Nézegeted így is, kevésbé fiatalon is. Figyelj, hát helyen van, az magyar lányok szépek, helyes csajok vannak, de valahogy a még ennek ellenére sem hiányzik az, hogy ott nyomakodjak. Mert a metróba bemész, és megvan a metró szag, a mozgó lépcső szag, a troli szag, a villamos szag, tehát mindennek egy jellegzetes szaga van. Én néha nosztalgikus élményektől vezérelve fölülök egy 4-es-6-osra, még egy megállót, de rájövök, hogy nem. De vissza már taxival jössz a kocsinik. Inkább sétálok egy nagyot, szóval nem egy jó dolog. Én annyit tömegközlekedtem, meg tömegközlekedek is, hogy nekem például ezek a régi ruszki, akármilyen is hülye hangzik, mert igen, hülye vagyok, mert elavultak, meg kigyulladnak, meg ilyesmi. Na, hogy... te vagy a kommunista, a régi hogy nekem egy picit hiányoznának, mint hogy a villamos is hiányozna. Most valamelyik nap, egy pár héttel ezelőtt volt egy olyan élményben részem, ami komolyan mondom, ilyen lootbőrözős volt, és nagyon sokáig emlékezni fogok rá, ugyanis találkoztattam egy olyan villamos típussal egy remixben, forgattunk ott, amilyen villamos típus egy olyan cirka, nem hazudok nektek, olyan 30-35 évvel ezelőtt járt az 50-esnek a vonalán. Egy ilyen régi, a fapados még, igen. Fölmentem rá, szétfényképeztem az egészet. Olyan volt még, amilyen típusnál az ajtó előtt van még egy ilyen kis elválasztó rács is, ami rácsot így fel kellett emelni, és le kellett akasztani, mielőtt leszállhattál volna. Kívülről ilyen krómozott, nagyon vékony kapaszkodók voltak rajta, fapadlós volt, ilyen falécekből készített padló, elképesztő jó volt. Ami még hirdetések voltak így fölrakva, így a kapaszkodók mellett az ablaknál. Nagy kurblis, ablakletekerők, stb. És felmentem rá, és egy picit így visszakoszint a gyerekkorom. Ahogy ott állunk ott. Megkönnyeztem, mi? Igen. Igen. A középső kocsi, ami a kanyarokban akkorát rántott, hogy az ember majdnem kirepült az ablakon, a könyököt kifordult tőle, hogyha ha nem kapaszkodtál normálisan, borzasztó volt, de ugyanakkor még volt egy feeling, volt egy hangulat. Ez a kurblis ablaktekerős, az volt? Igen. Az. Tehát ez az, amit még azon én utaztam, az a 19-es vonalájáték. Fakeret van körbe. Fakeret, és kitakerted az ablakot, és akkor tudtad letekerni, meg visszatekerni. Na, tegnap láttam egy nagyon érdekes hírt, és szeretném veletek megosztani, egyben felhívni arra a figyelmet, hogy tudjátok, hogy az állatvilág nagy ismerője vagyok, állatvilág doktora, és nagyon érdekel az állati gondolkodás. Két nappal ezelőtt megfejtettük a madarak életét, és kiderült, hogy egy spanyol rigó és egy magyar rigó nem biztos, hogy megérti egymást. Az állatvilág egy újabb csodára szeretném felhívni a figyelmeteket. Aha, na. Feri és veled volt valami? Nem, te képzeld, mentünk a forgatókba, és kitaláltuk, hogy nem megyünk be kocsival, hanem metróval megyünk. Aha, nem. Mert rossz, hogy az nem megy, érted? És hát van metró, képzeld. Erre jut eszem. Nem vagytok elég nyitottak arra, hogy mit ad nekünk az állatvilág. Picit félek azért, bár, mondjuk a rigós történet után. A méhekről szeretnék egy mondatot mondani nektek. Jó van. Volt beszélő delfinünk, csak mondom. Beszélő delfin, vagy beluga, vagy igen. Mi volt az? Igen. Volt már, ami kimondta, gyertek ki a vízből, ugye? Aha, voltak az intelligens rigók, akik nem tudnak, és most itt vannak a méhek. Aha, na, ők mit csinálnak? Mézet, képzeld el, Jani. Tényleg? Azok? Szerintem. Ha én azt hittem, az őstermelők. Most még nevettek, most még vidámak vagytok, de majd mikor rájöttök ezen hír után, hogy a méhek milyen intelligensek. De később már kifejezetten kényelmetlenül fogunk érezni. Nem sokára szorongani kezdtek, amikor jön majd egy méh, és eddig csak úgy hirtelen úgy rácsaptatok, hogy menjen arrébb, és nem becsültétek őket meg. Nem szerettétek őket igazán, de majd most a hír után kiderül, hogy miről van szó. Egy híradós részletet szeretnék nektek megmutatni, és ezzel felfedve a méhek titkos intelligenciáját. Várjuk. Mézből készítettek térképet, méhek Kiskunmajsán, szabályosan kirajzolódik rajta Magyarország, sőt, még Budapest és Kiskunmajsa is felfedezhető rajta. A méhek tulajdonosa úgy érzi, valódi csoda történt vele, amikor meglátta a nem mindennapi alkotást. Az interneten kommentelők többsége azonban úgy gondolja, hogy csoda helyett csalás történt. Na csak összegezve a hírt, hogy mi történt, ott látjátok egyébként, a méhek megcsinálták
Magyarország térképét. Vagyis tudják ezek a kis méhek, hogy hol adnak mézet. Létrehozták a térképet. Magyarország térképet csináltak. Nagyon szép. Aréből készült Magyarország térképe Figyel. Lajos kezében. Aha. A mérnöki pontosságú ábra maga a csoda, nem térképkészítő vagy. Ott van! Ott van! Nagyon jó! Föl is írta, hogy Budapest és Kiskunmajsa. Csak mutatom, hogy még Budapestet is megjelölték rajta a méhek. És alatta ott van Kiskumajsa is. Mm, viszont a kifejezetten örülök, hogy néhány területet visszakaptunk. Nem, azt nem kaptuk, azt nem csatolták vissza a méhek, azt csak egy kicsit sötétebben jelezték, hogy ugye önmagunkat vesszük körbe. De... Hagyjál már! Ködröztanár készítette, hanem méhek. Legalábbis Perlaki Lajos ezt szállítja. De ez nem manipuláció, teljesen a méhek véletlen története. Úgyhogy ehhez emberként nem nyúl. Az alkotáson látszik a méhek igazán aprólékos és hazafias munka. Bocsánat, ott van. Basszus, Pécs is ott van, gyerekek, meg Mohács. Csak mondom, hogy leraltak minket a szervek, egy csomó területon a hiányzik alulról, most látom. Igen, az kicsit fehér, az ott nem sikerült nekik teljesen, tehát ott van egy kis fogás. Hát nem szenzációs? Hát de. Hát nem intelligens ezek a kis röpködő lények, amire úgy látcsapsz, agyon csapod egy újságpapírral. Érted? Közben megcsinálják Magyarország térképét. De ezt így hobbiból, vagy elhivatottságból, vagy egy ilyen hálás, egy ilyen köszönöm szépen Magyarország, itt a karácsony, boldog új évet típusú ilyen, megajándékoznak minket a rovarok. Az állatvilág néha próbál jelet adni az emberiségnek, meg az embereknek, hogy nem vagyunk olyan hülyék, mint amit ti gondoltok. Aha. És a méhek így próbáltak kommunikálni. Hiszen fővárosunk mellett még lakóhelyüket Kiskumajsát is eljelentek. Persze! Hát most egy méh nem tudhatja, hogy ő Kiskumajsát. De hagyjam! De Ukrajnát hajnát ide csatolták. Nem tudhatja egy méh, hogy ő ki... De. Honnan tudjuk, hogy nem tudja? Honnan gondoljuk, hogy ő egyébként ezt valaki valaha megkérdezte már a méhet, hogy te tudod, hogy most éppen Kiskumajsán vagy Kecskeméten? Te egy Kiskumajsát berajzolt az oké, de Budapestet miért? Mert tudta, hogy lemegy majd a híradó forgatni, hogy Budapestről érkezik. Mondjuk ez Budapest volna, még Majsa. Csak fúj a határon a körül. Fesz. Óriás. A határában. Adjában. Itt nevelgeti méheit Perneki Lajos, vagy ahogy a helyiek becézik, Mézes Lajcsi. Meg vagyunk. Na most, jó, a névből ne induljunk ki, bocsánat, hogy Mézes Lajcsinak hívják, attól még egy méhész, egy szakember. Tehát most Mézes Lajcsi. Hát, én azt aláírom. Vidéken ez nagyon megy, a Sonkás Józsi, persze, a Fácános persze. Tibi, így a Mézes Lajcsi, a Kenyeres Sanyi. Sintes Sanyi. A Kettyent Balázs, vannak ilyenek. De most ő a Mézes Lajcsi, most ebből ne induljunk ki. Mézédes napra forgó nektárt gyűjtöttek neki. Azt mondja, sok mindent tud már a méhekről, de ilyet még soha nem látott. Kijöttem, és akkor benéztem a kaptárba, és akkor látom, hogy egy lépett állok, Magyarország kirajzolva rajta, gyöget vertek a lábim egyből, hogy hú, hát ilyet talán lehet. A mézét a kiabáltam is az asszonynak. Gyere már! Ha nézd már meg, mit érzi. Lebecsülítik a méheket. A hangyák is rettenetesen intelligensek. Kolóniában élnek, kommunikálnak, vonalakat húznak, követnek. A méhek jelelnek. Van egy felderítőjük, van egy vadászuk, van, aki visszarepül. Különböző tánccal kommunikálnak egymásnak, és mondják el, hogy merre kell egyébként keresni a mézet. Bejön egy méh, a felderítő visszajön, megtalálja, eltáncolja a többieknek. Elindulnak falkában. Lehet, de olyanról azért... mégse hallottál még, bocsánat, hogy mondjuk a hangyák így hálájuk jeléül, vagy csak passzióból, vagy mert közelget a karácsony, ők kirakták volna a Börzsönyt, vagy építettek volna egy, hogy hívják ott, egy stúpát. Igen, mindenféle dombozati szempontoknak tökéletesen megfelelő középhegységet. De most akkor tudod, mi a baj? Mert ha ők jelennek egymásnak, hogy mi merre van, akkor nyilván ez egy újítás, hogy ezek után ők térkép alapján akarnak repülni. Lajos bácsi most elvette tőlük a nagy lehetőséget. A Mézes Lajcsi nem mondta, hogy nem jó. Jelentette meg, de hamar bejárta az egész magyar sajtót. Az interneten kommentelők között van, aki elhiszi a csodát, de a többség úgy gondolja, hogy csalás a mézédes térkép. Híradónk telefonon ért utóra egy méhészt, aki azt mondja, a méheket nem lehet irányítani, hogy ilyen alakzatban raktározzák el a mézet. A lép formáját csak utólag lehet manipulálni. Csak úgy lehetett, hogy a lefedett mézet körülrajzolta erre a bizonyos formára, és akkor a külső részt azt villával a lefedett sejteket elszaggatta, és akkor a felszaggatott részt a méhek elhordták onnan. Ő meg irigy. Igen, ő egyszerűen sztorifértékeny. Tehát teljesen egyértelmű, itt két méhész csatáját látjuk. Mézes Lajcsi, vagy ki volt? Mézes Lajos. Mézes Lajcsi és István méhész csatáját, aki a telefonnál megpróbálja egyfajta image rombolással leépíteni. Mézes Lajcsi,
hát felkapott, nem is tudom, státuszát. Persze, mert fél, hogy most már mindenki lajcsitó fog majd venni, mézet az országban, utána ugye az egész mézpiacot leuralja, utána pedig már külföldi piacokra is betör majd Leslie Honey néve. Leslie Honey. Igen, igen. Igen. Az anyagot vágta Steve Cutter, vagyis Vágó István. Igen. Szóval... De mi van, ha akarnak valamit mondani? Mi van, ha próbálnak velünk kommunikálni? Mi van, ha egy méh azt akarja ezzel mondani, hogy tudom, hogy méh vagyok, tudom, hogy ti lenéztek engem. Tudom, hogy hol laktok. Tudom, megkereslek beletek. Megkeresnek a haverjaimmal, és nagyon szurkálnak. Miért nem tudjuk egy pillanatra csak félretenni, és azt mondani, hogy mégis mi van, ha ők most ezt így egész egyszerűen véletlenül megcsinálták? Nem lehet? Nyilván nem. Majd se ilyet rettekhetnek akkor, mert ők vannak rajta. Tudod, mikor hiszem el? Majd, hogyha Kiskun és a GPS koordinátáit is kirakják majd. 46-56 szélességek. Meg az utca hálózatot. Á, gyerekek, én próbálom nektek az állatvilág szépségét bemutatni a beszélő madarak, meg az okos méhek és a beszélő delfinek, de nagyon, nagyon szkeptikusak vagytok. Lajos, nézzük, hogy zárul az anyag. Mindenképpen megőrizni az utókornak a térképet, ezért levendulával tartósítja. Aha. Úgy néz ki, mint aki hamisítana. Dehogy nem. Mézes Lajcsi. Véletlenül sem. Mézes Lajcsi olyan embernek tűnik, mint aki tudna hamisítani. Nem. Ugye? Micsoda kiállítás lehetne, hogy kint van a térkép, a Tücsök zenekar, emlékszel még rá, Jani, a Tücsök zenekar húzza a nagy művet, na, és egy beszélő delfin lenne a tárlatvezető. Igen. Igen. A méhek is jobban teljesítettek 2013-ban, mint Magyarországon, mindenki ide valaki. A méhek ezzel üzentek, szeretlek Magyarország, üdv István. Ez a téma most komoly, srácok, de nagyon komoly, abszolút. Nekem volt egy hörcsögöm, ő szavalta a halotti beszédet. Na, Ezek földrajzszakkörös méhek voltak, írja. Igen, abszolút. Figyelj, akkor hiszem el majd, hogy ennyire intelligensek a méhek, ha például a Fülöp-szigeti méhek rakják ki az országukat. A cirka 7100 szigetben. Balázs, valamelyik nap volt a hírekben, ha egy méhet felidegesítesz, megjegyzi az arcodat. Tényleg? Dehogy, smiley-ele. Ja. Igen, nyilván elrepül a dinnyére, aztán mit szerepül hozzá? Most egy kicsit azért beféltem. Sok méhet töltél meg? De hát most itt rajtuk röhögünk. Kérdezi valaki, hogy még kongresszus volt Mézes Lajcsival? Balázs, szerinted a méh tudja, hogy ő egy méh? Kérdezi Tibi. Hát ez az univerzum egyik nagy kérdés, amit én feltennék, ha ott állnék az úr előtt, és hármat kérdezhetnék, én erre ellőnék egyet. Erre egészen biztos, hogy ellőnék egyet. Gyuri bácsit hívjuk fel, ő ért az állatokhoz. Hát ehhez nem tudna hozzászólni, drága Gyuri bácsunk a határnál, ugye? Ehhez nem tudna mit mondani. Igen. Jól van. Oké. Jó, szóval szkeptikusak vagytok, ez a lényeg. Hát nem annyira. Jól érzékeled. Jól érzékeled. megőriztétek a hitelességeteket. Jól van. Óven bácsira Berulinél lehet jelentkezni, jó. Mi pedig jövünk vissza mindjárt, és egy nagyon helyes hírrel megyünk tovább. Rendelhető Mária és József a betlehemi haknisták, eljönnek hozzád, ha megveszed őket, és ott megszülik neked a kis Jézust. Na jól van. Ez is jobb, mint hogy azzal jöttél volna elő, hogy mert egyébként tegnap olvastam a steppelő kecskékről. Nem mondd, hogy nem rendelnéd meg nekem Máriát és Józsefet, hogy ott előbben megszüljék neked a kis Jézust. És ráadásul vannak állatok is, ugye? Mert a jászóban bárányok, tehát te külön örülnél neki. Ez Magyarországon megrendelhető. Ha hoznak egy kecskét, vagy egy birkát, vagy egy szamarat, mi volt ott a jászolban? Megrendelhető. Annak próbálom majd... Szalma. Széna. Volt ott egy szamár is. Hátul. Csak ez nem lenne sztorban. Szóval annak próbálom majd utána járni, hogy ki milyen haknit látott már, ami egész egyszerűen borzasztó volt. Ugye ilyenkor nagyon sok mindenki rendel csipendélt, rendel Mikulást, rendel rosszul fölöltözött krampuszokat. Bocsát, karácsonyra csipendélt? Hát karácsonyi bulikra, tudod, amikor megrendelsz valakit, hogy kinek milyen kiábrándító hakniban volt része, amikor rendelt a gyereknek egy Mikulást, de lejtette a szakállát, kiülott a haja, a krampuszokon látszott a címke, az árjegyzék, erről beszélgetünk, majd mi jut olvasna a Bibliában a szamárról, meg a neve is megvan, Ézsai Iás. Beteg állat. Na jó van, megyek. Szívok valamit még. Nem téptünk eleget. 7:30 pontosan, 2 perccel jövünk a hírek után. Ez itt a Morning Show. 3:48 pontosan. Hello mindenkinek, jó reggel! Sziasztok! Hello, jól vagytok, jól van, jó van. Jézusom. Na nézzük akkor a közlekedés híreket, mert hogy jött egy-kettő egészen friss, meleg,
8-as Veszprém körül, a 710-esen végig full köd van, 50 méterre látótávolság, balesetet még nem láttam. Ezt, ami drága jó könyves Nanding küldte nekünk. Az M5-ösön csak egy pár méterre látok el, utána nagy fehérség. Mi a fene ez? Egy Omega koncertre tévedtem? Kérdezi. Kérdezi. Mercis Tomi. Köszönjük szépen. 10-es úton lassú a haladás, az Erzsébet hídon remekül lehet haladni, és az M3-ason a 112-es kilométerig trafipaxot egyelőre nem láttam. Ezt Gabi küldte nekünk. Köszönjük szépen. Mi pedig ugye karácsonyozunk, karácsonyi hírekkel foglalkozunk, és készítjük lelkünket öltöztetve az ünnepekre, a szentestére, és... Ahogy a szent lélek homlokon csókolt téged, azt a várom. Így van, ahogy a gondoktól barázdált homlokod ráncairól, az évben ott összegyűlt verítéket leszárítják az angyalok szárnyainak csapkodása. De gyönyörű lesz. Na, ugye hétvégi, évvégi haknik, fellépések, rendelések, ez minden évben megy, minden évben valamilyen formáció feltámad, elhal, mindenki Mikulást rendel, Krampuszt rendel, vállalati bulikra hív meg ezt vagy azt, és hát bele lehet futni egy vállalhatatlan hakniba. Angyalt rendel, de hát erről mi nem mindig tudnak otthon. Igen. Ott csak fiúk vannak, a feleségek otthon vannak, igen, megérkezik az angyal szárnyakkal. És arról beszélgetünk, hogy ki milyen rendelésbe futott már bele, ki mit rendelt, mikor volt kiábrándító a Mikulás, mikor esett le a Krampuszról az árjegyzék, mikor volt a meghívott vendég. Vállalhatatlanul részeg. Itt nyilván számítanánk olyan SMS-ekre is, ahol közszereplők voltak kevésbé vállalható állapotban, és hívták meg őket egy-egy hétvégi szilveszteri karácsonyi partira, haknira. Nyilván azért ugye ilyenkor a hakni gyár nagyon beindul. Ugye? Kockás Józsi, Bunyós Béla, Terítős Attila, nem tudom, indulnak, hakniznak, és mindenki fellép. A munkahelyek pedig hát ugye várják a fellépő sztárokat, és ott aztán érdekességet látnak. Ez többször fellángolt már ez a hír, többször elindul, de állítólag most újra van egy ilyen recycling, újra meg lehet rendelni Máriát és Józsefet, akik kijönnek házhoz. Évekkel ezelőtt ők már elindultak egyszer, most ez ugyanaz a formáció, aki feltámadt, vagy ez egy újra összeállt sikeres együttes, vagy egy vadonatúj dolog, nem lehet tudni, de Mária és József házhoz jön, és meg lehet őket rendelni. Na, ugye ez még önmagában nem hír. Ez még önmagában nem hír. A hír az, hogy... Mária? Várjál, rendelje meg a szent családot szentestére, így szól a hirdetés. Komolyan mondom, előbb látom, megrendeltem volna nektek címmel, telefonszámmal. Hétfő reggelre, rendel már ide. Megrendeljük őket, van telefonszám, ugye följövjük őket. Családi hangulat teremtése meghitt őszinte beszélgetéssel. Halk karácsonyi zene szól, mely 1000 darabos MP3-ból választható. 1000 darabos MP3-ból, itt már kicsit csántít a történet. Szava. Igen, nincs azzal baj. Még 1000 darab karácsonyi dalt összeszedni az. A vacsora elfogyasztása után Mária lefekszik a karácsonyfa alá, és megszüli a kis Jézus. Várj, még nincs vége. József sír. Állítólag ők már régen voltak, de most újra elindulnak. Most újra hallhatóak, újra összeálltak, újra mennek. Egy vadonatúj 2013-as formáció. Na most az egy dolog, egy-két évig nem mentek sehova. Hogy én fizetek nekik, ők pedig átjönnek vacsorázni, mert nem tudom, hogy ez persze megkajálnak nálad. Átjön, megkajálnak, és utána egyébként, hát valószínűleg nem szeplőtelenül, de megfogan a kis Jézus a fánk alatt. Így van. Hát ez aztán zseniális lenne. Hányan adnának ezért pénzt, hogy így lehessen időzíteni a szülést? Ha? Hogy pont karácsony éjszaka nálad. És ráadásul mindenek a tetejébe a legbizarabb egy síró József. József sír. Te is meghatódnál. Nem én vagyok az a... Extra szolgáltatás, mert hogy az is van. Ne. A három királyok adják át szeretteinek az ajándékokat forgatókönyv szerinti időben. Hát, hogy ők most léteznek-e, vagy újra elindultak, vagy csak egykoron léteztek, nem tudom, de állítólag újra mennek. Van egy telefonszám, felhívjuk őket, mennyire után? Hát csörögjünk már rájuk, én azért kíváncsi vagyok. Hát és megcsináljuk, mi lennénk a Gáspár Menyhér Boldizsár hárman. Nem, hát akkor rendeljük meg ezt a szolgáltatásnak a három királyt, és jöjjenek el hétfő reggel ide. Hát gyerekek, meg hát így, bocsánat, már, egyébként meg vagyunk, miért nem indulunk el? Az Anna megszüli a kis Jézust a karácsonyfa alatt, a József aki tud sírni, szerintem a Zsül, mi meg a három királyok. Hát itt a hakni. Á, ne induljunk így el. Inkább dobjunk össze egy kis plusz pénzt, és csináljuk azt, hogy József szüljön, és Mária sírjon. Olyat nem lehet? Jó, és én...
és ha lehet, én legyek a kis Jézus. Tehát olyat nem lehet, hogy Józsefet meghívjuk ide, és téged megszül. Szerintem ez nekem nem egy rossz. Tízes megér, hogy József szül, Mária sír. Hm? Ilyet nem lehet? És téged ott csecsre vesz, Mária. És mi a megszoktad? Nem, nem, József. Ja, József, igen. Tehát József szül, Mária sír. Ilyet nem lehet csinálni? Nagyon bizarr. Rettenetesen bizarr. És de ez a vállalkozás ez még valamilyen irányba fejleszthető? Tehát lesz majd olyan például, hogy lehet majd rendelni különféle formá. Jézus pályafutásának különböző esemény lesz majd, lehet rendelni mondjuk az újszülött Jézust a Kisjászolban, Jeruzsálemi bevonulás, Jézus Pilátus előtt, illetve Jézus a Golgotán formában. minden, persze, minden meg lehet rendelni. Hogy nem? Úristen. Vasz, hogy nem kapcsolható ez a szám? Hát próbáljuk már meg. Van egy telefonszám. Lehet, hogy meg tudjuk őket rendelni. Fölhívjuk őket? Persze. Hát mindenképpen. Hát én azért, ha felveszik, akkor meghívjuk. Fánk van itt a sarokban. Tehát, hogy itt van például... Fánk. Itt nézd. Ja. Itt csörög-e fánk. Város. Fél, ki csörönget? Azt hittem nem. Könnyű, troll leszek. Haló? Senki. Nagyon jó szám. Jöttök. Telefonjával. Nem tudom, hallgatom most felvárt. Halló! 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 Józsefet vagy Máriát keresjük, nem tudom, hogy jó helyen vagyunk-e. Láttunk egy hirdetést, hogy meg lehet rendelni Máriát és Józsefet, aki házhoz jön. Jó helyen vagyunk? Keresed Máriát. Igen, egy rádiótól telefonálunk, igen, Morning Show, Balázs, hello. Itt vagytok? Gyerekek, én megrendelném őket. Szerintem... Hát nekem szimpatikusabb. Szerintem ott nagy buli van. De most letették, és pukkantan a képesget. Megrendelés! Megjött az első megrendelés. De ő most ki volt, József vagy Mária? Kivel beszéltünk? Hát szerintem Mária. Várjál, ebben van még egy kör. Én ezt most nem engedem el, várjál. 0, 34, 60. Most keresd a megváltót. Most várjál, sajnálom, meg megkérdezem, hogy jó helyen vagyunk-e. Hogy tudnak-e a hirdetésről? Vagy hogy az ő nevükben feladtak egy hirdetést? Régóta tolják már. Lehet, hogy ez a kis Jézus volt. Csak már fölnőtt. Gyerek! Fölvette? Nem. Kis Jézussal beszéltünk az előbb? Szerintem simán lehet. Jó, most elengedjük, és majd fél tízkor. Jó, egy kicsit később azért. Jó. Ne adjuk fel. Várj, van hangpostájuk, várj. Itt Jézus. Három. Nincs. Azt hittem, hogy Mária és Jézus üzenet rögzítőjét hívta. Jó, ott minden esetre nagy parti zajlik, nem? Bármi. Vagy lehet, hogy tegnap este nem lehet, hogy hakniuk volt, és picit még elfáradtak, megalakultak. Hát azért érted, hogy egy jó szülés után de 19-én is tud szülni. Hát simán. Hát, de miért? Hát, megrendeled hát, őket, nem csak 24-én jönnek. Mondjuk nem rossz a kérdés felé, mert hogy ez valószínűleg időzített szülés, tehát hogy azért bármikor nem lehet. Évközben viszonylag kevés, de szenteste rengeteg meló. Igen, és ők jönnek át szenteste hozzád. Gondold el, hogy ők érkeznek meg. Te jó Isten, ha megérkeznek. Na jó van. Óven bácsival és Beru nénivel játszunk már is. Óven bácsi és Beru néni, avagy a Tatooine hangjai. Nem gond, ha nem vágod a párologtatók bináris nyelvét. Mert ha jó a füled, kitalálhatod, mit dúdolnak reggelenként a buckalakók vidám szomszédai. Óven bácsi és Beru néni, a párafarm csalogányai. Halló, jó reggel! Halló! Hú, ma mindenki. Jézus! Mária, vagy az? Mária? Attila, itt vagy? Hello, Attila! Itt vagyok, sziasztok! Attila, hello, jó reggelt! Honnan hívsz minket, Attila? Környéről, Tatabánya mellett. Wow. Tatabánya mellett. Feri biztos vágja, mert sokszor volt sörfesztiválon. Zenéltünk 4 éven keresztül, most lettünk volna a jubileumi 5-ös, mondtuk, hogy nem vállaljuk. Nem? Na, nem. Majd most idén megint mondtuk, hogy szerintünk környének kell egy évszünet. Kicsit kipihenjenek benneteket? De aranyosak vagytok, minden évben tényleg hívtok. Attila, mutatjuk, mit csinál Óven bácsi Beru néni, jó, figyelj. Jó, oké. Hát ellátogattak kis Kumajsára. Így van, rajzolódik már a térkép. Igen, ellátogattak már kis Kumajsára. Mutatjuk, mit énekelnek, figyelj! Hát ez nem keserű méz. Nagy.
Jégből vagyok. Így van! A jégszív, ez a dal cím. Szonyatos nagy nóta. Ez nagyon jó. Nagyon nagy. Hihetetlen. Demién, ugye? Hát ez nagy klasszikus. Igen. Csak ne látnám bőrnadrágban magam előtt. Igen. Attila, megvan az ajándékcsomag. Én nagyon szépen köszönöm nektek. Nagyon szívesen, Klassz FM-es ajándékcsomag. Örülsz? Hes, hes. Hogyne. Nagyon örülök, csak szétfagytam. Tehát én is már jégből vagyok. Na, kimentél, hogy ott tudsz? Hát csak... persze, ki kellett. Jól van. Küldjük neked, jó kellemes, meghitt, békés, szeretetteljes ünnepeket. Viszont kívánom nektek. Ferit meg várjuk a nyáron. Megyünk, idén megyünk. Nagyon helyes. Szerintem, ha hívtok. Szevasz. Ciao. Biztos. Hello, szia. Hello. Hallod, milyen intelligensek? Azt dúdolják, hogy... De most biztos, hogy szívjuk, biztos. Jó, várunk olyan haknikat, ami nem sikerült túl jól. Kit rendeltetek meg, ki volt nálatok, ki jött el, ki énekelt, ki volt nagyon berúgva, vállalhatatlan állapotban, mit csináltak a krampuszok, a mikulások, vagy csak egy hétköznapi versmondó fiú, egy vállalati hakni. 4 perc múlva 8 óra, jövünk a hírek után. 8 óra múlva 11 perccel, hello mindenkinek, jó reggelt kívánunk, hello Jani, hello Feri, hello Tó. Mindenkinek itt vagyunk, már csak egyetlen egy munkanap, illetve hát nekünk másfél még egy hétfőn, meg egy most és utána kitör a karácsony, remélhetőleg sokaknál, ugye? 24-én, kedden. Ebben semmi új információ nem volt. Úgy nagyon felhájpoltam, mint ha valami nagyon bejelentem. Valamit, amit meg kéne lepődni. Igen, ebben nagyon nem volt. Na, közlekedés hírekkel megyünk tovább, van egy-kettő. Sziasztok, testvérek! Szevasz, brada! Írj egy hallgató. Hello, testvére, csapd bele, adj egy ötöst. M3-as Pest felé a 214-es kilométer kőnél trafink van. Valamint baleset van Bánk és a Rétsági körforgalom között, félpályás útzár, rendőri irányítás mellett halad csak a forgalom, ezt Seri küldte nekünk. M3-as Budapest, Debrecen jó járható pici köddel, üzeni Brünci, 10-es úton lassú a bejutás, és az M7-es 42-es kilométerénél Balaton felé az akadály megszűnt, simán lehet haladni. Ezt Torrente küldte nekünk. Köszönjük szépen. Én egyébként két megszólás között is karácsonyi projekteket intézek, most be kell vallanom nektek őszintén. Igen, így van, nézek egy internetes portált, hogy mennyi van még hátra a licit végéig, és érdeklődöm, hogy sikerült-e beszerezni azt a számítógépes szoftvert, amire már áhítozom tegnap óta. Még nem kaptam választ. De miért kéne elárulják, hogy megvan-e? Már gondolom, akitől megrendeltem. Mert hogy megrendeltem tőlük, és árulják már, mely szívesen ja, megvenni. Na, az úgy. Nem a családtól. Ja, azt hittem, hogy Mónika, de Mónika megjött. De miért kéne, hogy elárulják? Igen. Na, ugye mi pedig hát elcsúszott, rosszul sikerült, félrement karácsonyi haknikról beszélünk, amikor is valakik, egy munkahely, egy kollektíva meghívott valakit, közszereplőt, énekest, Mikulást, és az nem úgy sült el, mert a meghívott vendég nem volt olyan állapotban. Le kellett kísérni a színpadról, fel kellett kísérni a színpadra. Mit csinált a Mikulás? Mit csinált sok közszereplő? Hát nevekkel jönnek azért az SMS-ek. Nagyon helyes. Hát vállaljuk, ha olyan. Igen. Azt írja Ádám, hogy a Pelérdi falunapon Demjén ketten kísérték le a színpadról. Mert nagyon ingatag volt a lépcső azért. Így van. Igen, hát most hát kellett ott kettőt lépni, nem? Hát nyilván nem volt megfelelő világítás, nehogy baleset történjen. Ebben igazából nincsen semmi. Nálunk pár éve Krisz úr lépett fel a falunapon, de elfelejtett playback lemezt hozni. Az egyik tini lányt küldte haza érte, mindezt a színpadról. Kinek van meg a lemez, így kezdődött a koncert? De várj, ez hogy vagy, fölmész, és akkor rájössz, hogy nincs nád a lemez, és valakit elküldesz? 3, 2, 1! Nagy a csend, kérlek, törd át! Azt hiszem, ez egy Krisz Rudi dal. Kicsit nagyobb, mint amire számítottam. Kinek van meg a lemezem? Menj el haza érte. De ilyenkor miért nem énekelsz el egy dalt a cappella, vagy unplugged, vagy bárhol? Na, szerinted miért nem? Na, de tényleg. Hát mert ott hajt az a cappella lemez. Jó, hát hozzánk így a Királya Norbi is eljött egyébként. Ott hajt az a cappella lemez. Az megvan? Hogy eljött hozzánk a Királya Norbi, a Veszten mellett voltunk egy településen. 10 perc a fellépés, hogy nagyon bögdös. Mondom, Norvi, gyere már, mondd már, Norvi, nem érek rá. Nem fölcsöntöm elhozni a lemezt. Megvan nektek a száma. Megvan a száma, most mit csináljunk? Mondom, Norvi, ne,
csesztél már ki velünk, itt van, de 3000 ember. Te vérprofi, te. Te hihetetlen profi. Egyébként egy tündéri teremtés. Persze. De, hát csak akkor még rutintalan volt az én típusú, ezért is jobban fekszik neki az élőzene. Mert a hangszereiket a gitárosok, dobosok, illetve a bassgitárosok az esetek legritkább. A legritkább esetben szokták otthon hagyni, ugye? Na de ilyenkor kimész és lenyomsz valamit, nem? Hát egy boldog szülni, hát, vagy bármi, igen, hát valamit el... De a gitáros mit nyom le? Jó, hát az nagyon semmi. Mennyivel volt már olyan, hogy ott hajtad valamelyik hangszert? Soha. Van két nagyon jó ródunk, a Pisti meg a Riki, azt ők elhozzák. Ja, akkor. Hát persze. Tehát akkor olyan volt, hogy forgattad a gitárt és kerested a húrokat. Igen, hát akkor, ha itt nincs a másik oldalán kell lenni. Ez egy seprű. Télapot rendeltünk, megjött az igazi nagy pocakos szakállas, leült a fotelbe, és a lábai között a szétmálott anyagú nadrágból kiköszönt a két puttony, a csúcsdíszel és a két szaloncukorral. Hál' Isten a gyerekek nem vették észre. Ő tovább nyomta a műsort. Párommal felváltva jártunk fetrengbe röhögni a konyhába. Írja Tom. Nagyon jó. A házhoz rendelt élapot tartottam diszkréten, méghozzá hátul a kabátjánál, ott kellett fognom, nehogy ráessen a gyerekekre, olyan részeg volt. Én is megkínáltam, és még menj 8 helyre. Na ez az. Nem szabad megkínálni. Hát, sok esetben egyébként a háziak azok, akik hibások ebben a dologban. Na, csak ezt a kicsit. Na, csak fél deciá, hideg van. Na. Csak az íze kedvéért. Hát csak egy kortyot, persze. Most nálunk is volt, nem volt részeg, csak megjött, és így nagyon hol ez már meséltem, bejött a Mikulás. Te vagy az, Balázs? És az egy pillanatra így kiesett a szerepből, hát és a Beri nem hallod. Van a regy, hó. Mindjárt összeszarom magam. Egy kicsit gyerekek, mindjárt jön a télapó, csak letesz egy másik csomagot. De egy szenzációs volt, tolta ilyen nagyon mély hangot, sziasztok, gyerek, te vagy az, Balázs. és ment tovább. Igen. Itt van egy hallgatónk, halló, jó reggelt. Halló, sziasztok. Halló, na nálatok mi volt, kit rendeltetek, vagy mi történt? Szeptemberben történt, 6-án Mikuláskod már. Este felé autóztunk az utcán, és láttunk, hogy Mikulás nagyon integet az utcére, hát gondoltuk, megállunk neki, biztos ajándékot akar adni, vagy valami. Megálltunk, kinyitotta a hátsó ajtót, bedobta a zsákját, annyit kérdeztek, hogy srácok, ennyi szaloncukorért hazavittek, hát nagyon részeg volt. Be volt rúga a Mikulás? Hát nagyon. Jägermeister szaga volt, úgyhogy biztosan a szaloncukortól. De ezt nem is tudtam, nem tejet teszel ki neki, meg kekszet? Hát nálunk ez egy kép van, itt egy kirakott tej, meg kekszet. Csak azt nálunk nem meg. Nálunk nem ment rá rövidre, egy ilyen idősebb pali volt, de nem, bárhogy idősebb volt a Mikulás, de hogy nem ment rá az alkoholra. Piálnak, ugyanúgy, mint húsvétkor? Hát, persze. Tényleg? Azért most gondoltál reggeltől estig ott a szánon fagyoskodni. És hol tettétek ki végül? Hát hazavittük, hát azt mondta, hogy itt lakik, hát ki tudja, hogy ott lakott-e. Mondott egy utcát. És ja, és ott kiraktátok. Persze. Aha. Na jól van, oké, köszi, hogy elmondtad. Köszi, hello. Ciao, hello. Bemondta címet, rakjatok ki a kapuajba, és nyomjatok meg a Zaher kapucsengőt. Csajom szülinapjára James Bondot rendeltünk, azzal kezdte, mikor megérkezett, hogy nagy a baj, Otto hagyta a felszerelését. Anyám tangájába, apám zakójába, és egy vízipisztolyjal azért lenyomta a táncot. Írja Bandi. Hogy lehet rendelni James Bondot? Ez milyen, amikor James Bondot rendelsz? Hogy kinek rendeled a James Bondot? Ezt nem értem. Kinek hát van James Bond? A barátnődnek. A barátnőnek rendez egy James Bond táncot? Az mikor van? De az milyen ünnepre? Vagy hova rendel? Mikor van James Bond? Hát ez egy ilyen karácsony. Hogy a Mikulás tudom, de hogy a James Bond az mikor? 7-én? 7-7. Igen, James, júliusban nagyon megy a James Bond, nagyon megy, igen. Egyszer júniusban Kós Réka a különös Szilveszter szím számotat elő matarészek. Nem igaz. Nem. A Kós család sose iszik. Ne röhögje, a Réka. De a Réka, nem tudom. A Rékáról egyébként, de most komolyan őről abszolút nem hiszem el. Nem, semmi. Én azért, mert beolvasok egy SMS-t, ez nem azt jelenti, hogy nem neked szóltunk, hát, hanem aki írta. Nem, én csak mondom, én sem hiszem el, én csak beolvastam, beolvasok mindent, de nem gondoljuk, hogy a Réka berúgott volna. Há, tényleg nem. Nem. Nem iszik. Ne írjál már ilyen SMS-t, komolyan. Szeretünk téged, hallgató, de hát ez nem volt szép. De ezt kértük tőlük. Ja, igen. Te hülyék vagyunk. Igen. Ugye ez volt a kérdés, hogy írjanak, ne csak falunapokat, hanem olyan haknikat, amikor
de nem csak Mikulás téma van, hanem Haknis téma. Uh-huh. Ugye, hogy lánybucsúra James Bond szert rosszul sikerül, béna az előadó, béna a fellépő, tehát ezeket kértük. Én egyszer régen, nagyon régen a Bajorral találkoztam, még műsorvezetést csináltam, és Dunaújvárosban voltam. Kellett konferálnom a Véteket, a Zalatnai Cinit. Ó, oh, Isten, a legjobb. Akkor a buliba voltam. Hát nem? Ez mi? Tehát tényleg. De elmentem ilyen, nem, városi napra, még Z pluszos voltam, és föllépett a Vétek, föllépett a nem tudom ki, Joe, aki már Joe a hegedűs. De a Véteknek a nagy felállása? Hát a Szabóca Kefir. A nagy felállás. És ott lépett föl a Zalatnai is. Aha. Ő nem volt valamiért, nem volt hajlandó kiszállni a kocsiból, ott volt valami feszkó, ami nem kapja meg a gázsit, vagy nem megy be előre, nem tudom, valami volt, ügy volt a Zalatnaiból, és már őrjöngött. Felvéték a kis poszkival egy. Fekete Laci fölordította a színpadra, mert ott volt ő is. És ott volt a Bajor is. De hogy pontosan miért, azt nem tudom, mert neki egyébként nem kellett volna színpadra menni. De ott volt, valakit azt hiszem elkísért. De ez hol volt helyileg? Dunaújváros. És az Alatnai, ő nem volt hajlandó fölmenni a színpadra, mert azt mondta, hogy nem. És fölment helyette a Bajor. Uh-huh. De hát... Nem volt ugyanaz. Én műsort vezettem, és konferáltam a Cinit, jobbra néztem, és nem jött a Cini. De hogy annyira nem jött, és tudod, hogy 10 percet ott már játszol velük, már tombolázol, már kettészeded a tömeget, már fölhívtál valaki táncot, és Cini nem jön. Megérkezett a Bajor. Helyette. Egy picit. Kivette a mikrofont a kezemből, mondtam, akkor színpadon Bajor Imre fogadják, azt sem tudom, miért van ott. És előadott egy 10 percet. Tényleg? De nagyon nagy forma beteg volt. De jó volt. Maga a produkció jó volt. Én nagyon jól szórakoztam, a közönség nem értette. Ja. De hát nem, meg volt már alakulva rendesen. De ő is egyébként zavarva volt egy picit tőle? Tehát ő sem nagyon tudta, hogy mi van? Nem, szerintem őt látta azt a pillanatot, hogy most van egy kis van lyuk. Van a cetli valahol. Itt van Tiszaújváros. Hát itt kell lennem, nem? Igen. Újvárosnak úgy, Duna. Na mindegy. Úgyhogy az egy érdekes. Igen, érdekes az a legszörnyűbb mondat a szervezőtől. Húzd egy kicsit az időt, nincs itt a művész. Az a baj, és állsz a színpadon. És állsz a színpadon. És már fél órára nyomod. Még egy kicsit és húzzad. Egyébként az érintett művészek azért gondolják azt, meg azért gondolják az ilyenekről, azt, hogy ezek csak rossz indulatú híresztelések és rágalmazások, mert nem emlékeznek rá. És úgy persze. Nagy Dörögön falunapon Nagy Feró koncert volt, este 8-kor kezdődött volna, de előrébb kellett hozni 6-ra, mert előbb megjött és úgy berúgott, hogy a playback lemezre ordibált a színpadon. Jó, hát az... Jó, hát a Feróban van. Rock and roll, igen. Polgárőr vagyok, 4 éve a részek, Mikulás fennakadt a kerítésen, viszettük le, írja nekünk Laci. Nálunk anyám meghívta a falu Mikulását. Úgy be volt nyomva, hogy a tesómnak adta át az én ajándékomat, és amikor rájöttem, hogy mi a helyzet, neki estem, és szétkaptam a szerkóját, majd szakál és sapka nélkül italoztak faterral a pinyóba. Azért az is nagy megalakulás lehetett. Nálunk a Mikulás 2 órát késett, majd jött kuki részegen, és még az ajándékot is otthon hagyta. Meg akartam verni. Írja nekünk egy hallgató. MC haver és a teknő 2 szám között hányt egyet, majd megtörölte a száját, és folytatta. Igen, most már jól van. Most már igen. Láttam róla én is egy fotót. Velük mi történt? Hát csak a vele. Igen. Mert föloszlott a zenekar. Jó, hogy föloszlott? Azért, igen. Mert nagyon ivott. Ja, tudom, arról olvastam. Igen, de most már nem iszik, és akkor újra így összeálltak. Van. Több felé mentek, de aztán megint. Igen. 2 felé. Na, tegnap előtti hír az, amiről 2 mondatot szeretnénk csak beszélni. Mi van? Semmi. Mi van? Semmi. Nem érdekes. Nem? Nem. Perrezből. Nem, tudod úgy mondani, hogy ne legyen. Ez a Tököli út is történet, ez engem érdekel. Megint egy ilyen tipikus példájának, hogy mi történik. Hallottatok erről a buszvezetőről? Uh-huh. Hogy áldogált, éles témaváltást tudom, áldogált egy vak férfi, aki szeretett volna átkelni, és több tucatnyan álltak mellett a Tököli úton. Ez megvan ez a sztori? Olvastátok? Meg. És senki nem segített neki átmenni a zebrán. De hogy egy ember is, és áldogált, és a 72-es troli vezetője vette észre, az nem tudom, hogy hogy. Gondolom piros lámpa volt a gyalogátkelőhely előtt neki, tehát ő állt a sorban, és ott állt emberünk, aki ugye nem tudott átmenni. Mindenki elment mellette. Igen. A troli sofőrje pedig ugye ott állt a lámpánál. Ott állt mellette, és becsukta az ajtót, leszállt, bezárta az ajtót, leszállt, és a troli vezetője segítette át
a vakembert a járdán, vagy a zebrán. Teljesen. Átkísérte, visszaszállt, fölszállt, és ment tovább a troli. Abszurd és szomorú. Igen. Hogy ez mennyire nonsens, nem? Az utasok állítólag öröngve tapsoltak neki, hogy mennyire jó fej a csávó. Hát az utasok nem tudnak leszállni. Persze, most ott állsz egy buszon, és nem nézed azt, hogy most kit kísérnek át, és kit nem. Tehát, hogy megtapsolták? Meg. Amikor visszaszállt, akkor mindenki tapsolt, és marhára örült neki. Igen, a szomorú ebben az, hogy elment mellette 20 ember. A járókelőkről szól. Senki, látod, hát fehér botja van. Ha máshol nem ismered meg szegényt, fehét nem tud át. Én nem is tudok ezeken a sztorikon túllendülni. Komolyan, hogy a trolibusz vezetőnek kell leszállni. De mi van? Gondolom, ilyenkor az van, hogy zavarban vagy, hogy szólítsd meg. És a te zavarodat próbálod inkább azzal elütni, hogy majd akkor úgyis sokan vagyunk, akkor ez a tömegpszichózis működik, hogy majd, ha én nem, akkor valaki más. Most segítek, figyeljetek, írjátok le a következő mondatot. Jó napot kívánok, tudok segíteni önnek? Ennyi. És Max azt mondja, hogy nem, köszönöm. Hogy érted? Ez de, a megfelelő. De jó, ha előbb megkérdezem, mint átkísérem, és utána kérdezem meg. Igen, átviszed. És tudok segíteni, mert átvittem az ember. Hát akkor megtenni, hogy visszavisz, mert nem akartam átmenni. Igen. Érted? És igazad van, hogy a saját nyomorunkat rejtjük e mögé, hogy nem merünk odalépni. A kerekes székhez sem merünk odalépni. Ennyi a mondat. Jó napot kívánok, tudok-e önnek segíteni? És Max azt mondja, hogy nem. Érted? Köszönöm, nem. Vagy azt mondja, hogy igen, de kedves, legyen kedves átkísérni. És megoldódott. És nem leszel tőle kevesebb ember. Igen, de tényleg szerintem ez van, hogy a saját zavarodat nem kezeled, vagy nem jól kezeled. Nem tanítottak vagy nem, meg igen, vagy nem is veszed észre, hogy ott áll, mindenki kicsit magába temetkezve, megy, karácsony, tudod, rohansz, nem is figyeled, hogy ki áll mellette. A figyelmetlenség is benne van ebben a dologban, meg ez a karácsony rohanás. Tegnap volt egy olyan eset, ami után komolyan elgondolkodtam magamon, meg egy picit úgy szégyeltem is magamat. Átrohantam az oktogonnál a zebrán, és el akartam még érni a villamost, ami nyugati felé megy. Jött arra egy kismama, tolt a babakocsiját, és kanyarodott volna be a másik oldalon, a másik peron másik oldalán álló villamoshoz, én meg így berohantam elé, és így megtorpant, utána még átfurakodtam magam a tömegen, és aztán így közben esett le a tantusz, hogy úristen, de pronyó volt. Ami mindig, mint a beleültél volna a babakocsijába, hogy toljon kicsit. Hát igen, de hogy az ember, amikor jó, így... Jó, de ilyen van, hát van most ilyen. Rohansz, hát ez most, rohansz, véletlen rálépsz, meglökött, ez más, hát most beléptél elé azért, ez most ez nem vagyunk szamaritánusok, hogy most valahova rohansz, és akkor most jaj, valaki elé véletlen beléptél. Hát alapvetően azért elég, még odafigyelek az ilyen dolgokra, előzékeny vagyok, még nyilván előre engedem, meg ő is el akarta érni a másik villamost valószínűleg, és lehet, hogy miattam nem érte. Tehát, hogy csak azt akarom az egészen mondani, hogy mondjuk, amikor rohan az ember, és főleg ilyen karácsony környékén azért egy előfordul. Tehát nem mindenki felett kell, hát nem mindenki felett lehet pálcát törni, de azért nyilván voltak olyanok, akik segíthettek volna. Igen. Itt van velünk Viktor, a buszvezető. Hello Viktor, jó reggelt! Sziasztok, jó reggelt! Hello, fölébresztettünk? Trolibusz. Trolibusz, igen, buszvezető, trolibusz, kicsit rövidítettem, igen, de trolibusz. 72-es, ugye? Hát össze-vissza, a város mindenhol megtalálható egy trolibusz, úgyhogy össze-vissza. Figyelj Viktor, te hogy vetted észre, hogy ott áldogál? Hát ti megállóba mentek folyamatosan, hogy szúrtad ki, hogy neki nem segít senki? Hát utasokat szállítunk, és ugye figyelünk rájuk. Tehát észre lehet venni egy hófehér bottal közlekedő embert, aki a sarkon áll, és át szeretné jutni a másik oldalra, viszont nem tud átjutni, mert a körülötte lévő emberek hiába látják őt, senki nem segített neki. Mennyi ideig áldogált ott körülbelül? Hát szerintem, hogy jó, hát ez fél percig biztos, tehát azért én is vártam a következő lámpámat, hogy mennék a zöldre el, de ugye nem tudtam elmenni a zöldre, és így kénytelen voltam leszállni a trolliról, és oda menni hozzá, hogy segítsek neki. Uh-huh. Akkor leszálltál, becsuktad az ajtót, leszálltál, átkísérted, és visszaszálltál. De jó. Igen, átkísértem az egyik oldalra, aztán átkísértem a másik oldalra, és akkor sarkú megkérdezte, hogy merre megyek, mert ő menne tovább a Hungária körút felé, mert ez a tökőút végállomásom volt. És hát mondtam, hogy nem tudok menni sem erre, mert én vagyok a trolibusz vezető, aki után rohantam, hogy láttam, hogy nem segít neki senki. Uh-huh. Mit mondott? Vagy meglepődött? Persze, meg volt lepődve teljesen, és nagyon szépen köszönte. Kérdeztem nevemet is, de hát ez nem erről szólt szerintem, hogy most fel kell hány dolgokat, hogy kicsoda, hanem ezt mindenkinek látnia kellett volna a sarkon, akik ott voltak 20-an, hogy meg kéne fogni a kezét, és el kéne segíteni az útestem. Igen, persze, nem, hát önmagában ez a történet részedről nagyon helyes, persze, hogy te szálltál le. És tényleg, amikor visszamentél, akkor tapsoltak az utasok? Igen, ilyen is volt. Többször volt már ilyen, tehát többször volt mindenfajta fejde ilyen segítség, és hát úgy látszik, hogy nekem ez alatott meg az életem folyamán.
Ja, hogy többször volt ilyen, hogy leszálltál, vagy valakit átsegítettél tényleg? Hát az igazság az, hogy én ezzel foglalkozom, tehát én 2007 óta mozgási ötemberken segítek, hol így, hol úgy. Nagyon sok mindent köszönhetek a Paladins kampánynak, onnantól kezdve indult el az én pályafutásom, hogy segítettem ennek annak, és hát nagymamám révén indult el gyerekkoromban ez a segítői státusz, azóta tart. Igen, hát azok, akik valamilyen szempontból érintettek, azok sokkal érzékenyebbek, meg sokkal inkább odafigyelnek ezekre a problémákra, az biztos. Igen, de olvasom rólad, hogy igen, hogy valamikor táncpartnert szerzel kerekesszékes lány számára, akivel senki nem mert, ugye, vagy nem akar táncolni, vagy beemelő szerkezetre próbálsz pénzt gyűjteni. De ez nagyon, nagyon szép dolog ez tőled. Mindezt... Most legutóbb volt egy trollibusz, amit kihoztam a trollibusz garázsból a főnökeim engedélyével, és egy Mikulás trollit rendeztünk három, vagy hát két kollégámmal, és hárman beöltöztünk Mikulásnak, úgy mentünk már ki a garázsból, hogy Mikulás ruhában, összekalapoztunk a Facebookon csokoládét, és hát nagyon jól sikerült az egész parti, sérült embereknek szerveztük meg. Voltak gyerekek is, felnőttek is, de mindenki boldog volt, és volt egy mesezenekar is, akik ugye felléptek, hát nagyon jól sikerült az egész parti, úgyhogy azóta is hát szervezek ilyen utakat, meg azelőtt is szerveztem ilyen utakat, tehát volt kerekesszékes városnézéstől kezdve, nagyon sok minden már a palettámon. De jó, hát ez nagyon szimpatikus. Az jól tudom, hogy hozzád felszállnak mi a kerekesszékes emberek csak azért, hogy veled utazzanak kicsit? Tehát nem is biztos, hogy arra mennek, csak úgy kicsit felszállnak, el vannak veled, beszélgetnek, és utána leszállnak és mennek tovább. Igen, aztán poénból kijönnek, és ugye nagyon sok helyen így szoktunk találkozgatni, így kerekezik is emberekre is, és csak egy ilyen óvatos kürtszó megszólalja a trollibuszon, és egyből, hát ugye majdnem kiesnek a székből, mert megijednek, hogy szól egy trollibusznak a kürtje, viszont amikor meglátják, hogy én vagyok a vezető, akkor mindenki integet, és mindenki boldog. És ez a családi indítatás, ahogy mondtad, miatt vagy ennyire érzékeny erre? Szerintem én nem érzékeny vagyok erre, hanem meglátom azt, hogy ezek az emberek, akik nem tudnak menni, ők is ugyanarra a világra születtek, mint mi járó emberek, és talán én vagyok az ember, aki próbálok úgy segíteni, hogy az összes járó emberbe belesújkolom azt, hogy igenis vegyék őket észre, hogy ők is ott vannak az utcán, és ők is közlekednek. Miután szerintem, hogyha így kinéz az utcán, hogy hány kerekesszékes ember jön veled szembe, nem sokat fogsz látni, viszont annál több járó embert látsz. Aha, mire gondolsz ezzel, hogy? Hát, hogy ők is szeretnek kimozdulni a négy fal közül, ők is szeretnének eljutni ide-oda, amoda, ők is szeretnének mozgásban lenni a világban, de nem tudnak például lejutni a metróba. Például volt most legutóbb egy kerekesszékes hölgy, akit levittem a metróba, nem láttam még, 55 éves volt, és nem láttam még soha ilyetem a metrót. Ja, és levitted. Hát igen, ennek mondjuk a... Elmentünk metrózgatni, igen. Azóta volt még egy srác, akivel szintén metrózgattam. Sőt, az aréna melletti jégen nézte a jégen korcsolyázó embereket, és megkérdeztem a vezetőséget, bementem a vezetőséget, megkérdeztem a vezetőséget, hogy nem lehetne esetleg azt, hogy bemegy a kerekesszékkel, és hogy körbe tolják a pályán. Na most kinyílt a kapu, és a két kerekesszékes, az aktív kerekesszékes, meg az elektromos kerekesszékes, körbe szólták kétszer a pályán. De jó. De amikor Jani elmesélte, hogy tegnap átoltak egy trollit a kereszteződésen, lehet, hogy pont azt, ahol te éppen leszálltál valakit segíteni, nem? Melyik volt ez a trollit? Ahol közlekedtél, János, tegnap? Ahol trollit kellett tolni? A Nyugatinál. Melyik az a trolli, ami keresztbe járott? Igen, a 72-es. Na, de ott nem te voltál, vagy nem te szálltál le éppen megint valakinek segíteni? Mert ott közben kellett trollit tolni. Viszont van nekem is egy kérdésem, mert nekem is van egy álmom. Az igazság az, hogy miután egy olyan szállító szolgálatot szeretnék létrehozni Magyarországon, ami ugye a kerekesszékes embereket nagyon jó tarifával szállítaná, most már folyamatban van egy alapítványom, már ügyvédnél vannak a papírok, meg vannak az emberek is rá, és egy hihetetlen álmom van, hihetetlen dolgot szeretnék megvalósítani, egy tűzpiros Ferrari szeretnék, Ferrari árára szeretném, hogyha az ország összegyűjteni a pénzt, és a tűzpiros Ferrari árából vásárolnék egy olyan 8 darab mikrobusz körülbelül, amivel mozgássérült embereket szállítanék. Egy ilyen élménytaxi jelleggel. Hát nézd, én azt gondolom, hogy ha erre mondjuk egy összejön, az már nagy dolog. Persze nyilván tudni kell meg merni nagyot álmodni, a 8 az kicsit talán túlzó, de hát kívánom, hogy összejön, nyilván, ha mondjuk egy elindulsz, az összejön, akkor már az is nagyon szép dolog lesz.
Úgyhogy, amit rukkolunk neked, nagyon, nagyon szimpatikus vagy. Már önmagában a tehát most megismerve téged, aztán meg egy nagyon helyes dolog, amit csinálsz. És hát reméljük a BKV is szakít a jó szokásaival, hogy kirúgja a nyilatkozó sofőröket, nem? Igen. Vagy legalábbis... Szólj, ha baj van. Igen, vagy legalábbis eltekint attól, hogy most ennek például a következménye legyen, hogy ha te most itt engedély nélkül esetleg se nyilatkoztál nekem. Az igazság, én megkaptam az összes engedélyt, tehát én beszélhetek most már, hál' Isten, trolibuszon is, bárhol, igen, megkaptam az összes engedélyt. Lehet, hogy csak majd napra, de megkaptam az engedélyeket a trolibuszos Mikulásra és a kerekesszékes városnézésre is, ugye volt több médiától kint egy-két ember, és hát nagyon jó volt, nagyon jó sikerült minden eddig. És most már beszélhetsz a trollin, ez azt jelenti, hogy neked most olyan engedélyed, hogy vezetés közben mesét mondhatsz, szórakoztathatod az utasokat, beszélhetsz hozzájuk, vagy ez csak a mai napra szól? Nem. Hát ez nem erről szól, hogy most ilyen utasokat fogok szólítani benne az utastérbe, hanem ugye kerekesszékes emberekkel kapcsolatos tevékenységekben játszok ilyen szerepet. Értem. Jó, hát nagyon-nagyon köszönjük, hogy itt voltál. Kellemes ünnepeket neked, Viktor, vigyázz magadra. Köszönöm, itt volt, kívánok. Köszi, ciao, hello, hello. Nem ilyen helyes, nem? Nagyon-nagyon jó. Igen. Uh-huh. Nagyon rendben volt, nagyon rendben volt. Egyiket a cégéről annyit pozitívunként mindenképpen el lehet mondani, hogy azért valljuk őszintén egyre gyakrabban látunk olyan modern buszokat forgalomban, alacsony padlósak, vagy külön ki van alakítva kerekesszékeseknek helyben, stb. Egyébként a körúton a 4-es-6-os villamosnál is ugye elkülönített részek vannak a kerekesszékeseknek, stb. Tehát, hogy azért vannak pozitív változások. Azoknak, akik ezt így még nem próbálták ki, hogy lehet, hogy most így karácsony közelettével, hogy egyszer próbáljatok meg segíteni így. Csak úgy, hogy tényleg át akarja menni az ebrán. Igen, azt kérdezd az meg. Igen, azt én egy kérdést intéznék előtte. Csak kérdezd meg, hát, amit jobb a békesség. Igen, amit mondtam, példamondat. Uram, vigyen vissza, köszönöm, csak várok. Nem, mit várok? Csak várok valakit, csak randevúmmal, uram, ne vigyen át, könyörgöm. Nem egy kérdés előtte. Így van, de egyszer próbáljátok ki, hogy más lesz a te... Tehát, hogy ő, a sofőrünk nem azért segít, vagy nem csak azért segít, hogy azoknak jó legyen, akiken segít, hanem mert neked jobb lesz, ha egy ilyet megcsinálsz. Komolyan. Így karácsony előtt. Meg azért egyszerűbb. Nem, most úgy oda bújnék hozzá. Az, gyere. Komolyan, most így megölelni. Mária? Gyere. Tessék. Mária. Na, menjünk híresni. Csinálok fotót a Facebookon. Fél 9 pontosan 7 perccel, 3-as ugrásra SMS-be lehet jelentkezni, mi pedig itt vagyunk a hírek után. 10 perc, pontosan 9 óra, hello mindenkinek, jó reggelt. Mondom, hogy mi a helyzet az utakon. Azt mondja, hogy a Bécsi úton befelé a Margit kórház után mérnek jó fejek, így karácsony előtt ezt Hajni küldte nekünk. Méghozzá a karácsonyi üdvözlőlap osztása van gyorshajtóknak, ezt Gabi is elküldte. Flórián téren minden oké, lámpák rendben, forgalom alig van, üzeni Marci, és Dunói város előtt Dévényi Tibi bácsi, ez még nem, ez még az előző témánkhoz vonatkozik, igen. Bánk és Récsák között a körforgalomnál félpályás útzárrendőri irányítás mellett csak haladni, üzente Seri. És Innsbruck, Bécs, Budapest, nagyon jól lehet haladni, végre itthon, üdv Zsolesz. Na, tehát akkor jó. Jó az autópálya. Mi pedig játszunk az év egyik, talán utolsó hármas ugrása, hát nem, utolsó előtti. Ugye? Egészen pontosan, már itt is van a játékosunk. Hármas ugrás a Morning Show-ban. Felkészültél? Akkor fuss neki! Ünnepi kérdések? Vagy semmi? Nem vagy tekintettel az ünnepre? Semmi? Meg a jövő hét. Jövő hét? Már mi van ma a jövő hét? Hát ma hétfőn. Ja, hétfőn. Akkor na, akkor lesznek ünnepi kérdések. Folytassa a Deutsch-Tilenacht. Így van. Telefonálok. Ja. Itt vagy ám, bizonyám, már a vonalban is vagy. Hello, Laci! Hello! Kinek szóltál, hogy telefonálsz? Kedves anyukám jött épp hozzám. Csokolom! Itt vagyok. Igen? Mama rád nyitott finoman? Igen, igen, igen. Meglátogattad? Nem, itthon vagyok, ő látogatott meg engem. Ja, hol van az itó, hol laksz? Parádon. Parádon. Ah. A Mátrába. Az igen, az szép, szép környék. Na és mama mit hozott? Sütött valamit, vagy csak úgy meglátogatott? Vagy... Szerintem csak bejött, megy a boltba. Megy a boltba? Aha. Uh-huh. És előtte meglátogatott? Úgy van. Váratlanul jött? Nem, be szokott néha jönni. Ah, de drága. Kis kíváncsi. Mit csináltál éppen, Laci? Hát éppen most készülődök fel a munkahelyemre, még utolsó nap. Utolsó nap van? Aha. És utána két hétig leállunk. Gyerekek, nagyon sokan írják, hogy 23-án már nem bizony, dolgoznak. Vége. Én szeretem, hogy milyen becsülettel toljuk ezt, hogy még itt vagyok 23-án is. Én nem, de egyetértek veled. Nem szereted, vagy nem vagy itt? Nem, jó, nem szeretem. Szeretem. Igen. Laci, nyertél már tőlünk valamit? Nem játszottam még veletek. Ja, milyenek a kérdések, Jani? Könnyek. Igen? Aha, kifejezetten. Így szól az első kérdés dedikált nyakbalkasztóért. Figyelj, Laci. Melyik város alapítói voltak a legenda szerint Romulus és Rémus? Róma. Így van. Na. Jöhet a második? Jöhet.
dedikált egéralátétért így szól a második kérdés. Melyik tenger veszi körül a Baleár-szigeteket? Na. Hoppá. Kérdés. Ja. Talán a föld közé. Igaz, jó van, jó van. Ügyi vagy. Na, mi legyen a harmadik kérdésem? Nehéz a kérdés? Hát tudod, ez sport. Viszonylagos. Sport. Hát, vagy tudod, labdarúgás. Vagy rá tudsz jönni. Igen, labdarúgás. Labdarúgás, abban nem igazán vagyok otthon. Hát akkor állj meg! Rá tudsz jönni, rá. Megint beleviszed, megint ráviszed, megint a rosszra viszed. Igen, hallgass rám, ha nem is tud, de egyébként szerintem tudod is, mert egy művelt, olvasott férfi vagy. Aki a világ dolgaiban otthonosan mozog. De miért nem jó az egér alatt, itt meg a nyakba akasztod dedikálva? Ha lehet egy termosapkád, ami sál is. De azt mondta, futballban nincs otthon. Hát abban nem igazán. Hát akkor én megállítanálak. Hát, jó, de ha keskeny a csípőd, miniszoknyának is felhúzhatod. Így. Jó, megnézhetjük, ha gondolod, csak elmondod a témakört, azt mondtad, nem vagy most csak miattam, csak ne menj bele. Ne kapkodj. Mindegy, próbáljuk meg. Jó. Gondolom. Ne kapkodj. Jó, de most, hogy már belehergeltétek, nem kell megsugni, jó? Csak mondom, hogy most már egy ilyen lelkiismereti kérdés, ne csináljunk belőle, hogy belehergeltük, akkor megmondjuk. Tehát, hogy most már belehergeltétek, akkor... Sose csináltunk olyat. Így szól a harmadik kérdés dedikált sapkáért. Milyen nemzetiségű az aranylabdás labdarúgó Andriy Shevchenko? Oroszlán. Én mondtam, hogy állj ne meg. Ne kapkodj. Én mondtam, hogy állj meg. Hát, én ezt nem is értem. Ne kapkodj. Hát most már válaszol. Ukrán. Ukrán, jó. Ukrán, hát meg... Mondom, hogy foci az nem igazán mi. Annyira próbáltam segíteni, hogy állj, jaj. Valaki nincs ott a fociban, ez lehet ukrán, a neve alapján lehet orosz. Hát azért már a világ összes országából kettőre korlátoztuk, az már nem rossz. Shevchenko, kazakh, hát annyi minden, grúz, érted? Hát... Ő egy picit ismertem azért. Jó, persze, nem a nagy híres kazaki hátvédről van szó, igen. Laci! Nekem már bejelez. Te rohadék, persze, a lelkiismeretet jelez. Az a lelkiismereted, az jelez, hogy beleherkelted. Beleherkelted. Nem, ő herget bele. Nem? Nem. Na. Ne haragudj. Jó van. Nem vagy haragszok. Örülök, hogy játszottam veletek. Nem is akarsz bumozni? De. Ha lehet. Hogy ne? Jár? A Boomsoft tanár kéri, hogy valaki szólítsa meg. Olyan régen volt már bekapcsolva. Igen, mostanában nincs. Na, most sikerült. Bekapcsolom, és ez ennyiben. Azt nekem még igen. Felbújtottja Isten, milyen durva ez a kis szoftver, milyen hangos. Na, indítjuk az ajándékcsomagokat. Figyelj, Laci, próbálj meg nagyot lőni. Jó időben mennek az ajándékcsomagok. Tiki, taki, figyelj. Aj, de szépen oda tette. Hú, de szép röpte. Az a betyár mindenit. Jézusom. Úristen. Ezt nem látom, füstöm. Hát Jézusom, nekem is, de majd lesz a 24. Rohadt szilikózik. Várjatok. Figyelj, azt nézem, nem, hogy... Várjál, mert olyan régen volt, már előszem a kézikönyvet, melyik mit jelent. Azt mondja, hogy kutyafáján. Jól van, sárga. Srácok, nálam bejelzett. Várjál, azt mondja, hogy kap. A rohadt életben, hát van lelke ennek a szoftvernek, karácsony. Sárga. Érzi, hogy jön a karácsony. Nálam bejelzett. Nálam még mindig nem látható pontosan. Jani? Nézem, sárga kontakthiba, fekete, az a szoftveres indítsa újra. Zöld. Zöld. Igen, minden cseh. És igen! Villog! Azt a mindenségét neki. Vágni. Jó, ez a szoftver így karácsony előtt. Látod? Hát most, mondd meg. Nehogy megfázzon a füled. Igen. Van egy szép ajándékcsomag. Van gyermek, mennyi idős? 13 éves. Na. Már van egy nyakba akasztunk, mert nyáron játszottunk. Az egyik kollégám játszott, és én segítettem neki, és egy nyakba akasztót kaptam tőle ezért. De nem te nyerted, hanem csak kaptad. Aha. Na jó. De én mondtam meg a három választ, úgyhogy... Van egy ajándékcsomagod, látod, okay. Ez a szoftver? Hát komolyan mondom, hogy nem hiszem el, hogy ilyen szinte már, mint a füle lenne tényleg. Küldjük neked, jó? Oké, okay, rendi, köszönöm szépen, kellemes ünnepeket nektek. Meghitt, szeretetteljes, boldog, békés ünnepeket kívánunk. Ciao. Hello. Ez volt a hármasugrás a Morning Show-val. Készülj a következő megmérettetésre. Na, sors, hihetetlen, ilyen a karácsonykor is. Szinte el se hiszi az ember. Ah, igen. De vannak még csodák.
Budaörsi utcaválón lépett fel egyszer Charlie, jó estét, Budafok felkiáltással kezdte. Buda. Jó, Buda és Budafok, gyerekek. Nincs ezzel baj. 3 perc múlva, 9 óra, Peti hetesünkkel zárjuk az évet a hírek után. 9 óra múlva 13 perccel, jó reggelt kívánunk minden Morning Show hallgatónak. Itt vagyunk utolsó előtti adásunkkal. Még hétfőn jövünk helytállva a barikádokon, harcolva, küzdve azon testvéreinkkel, akik még dolgoznak 23-án, de ahogy látjuk az SMS-ekből, már mindenki búcsúzik tőlünk, kellemes ünnepeket kíván, megy el, és nem jön hétfőn, jó tempó és ütemérzékkel vette ki azt az egy napot, tessék, vagy engedte el neki a cég, vagy egyszer csak már nem kell dolgozni. Tessék fölkelni, mi velünk együtt. Igen, kikérjük magunknak. Igen, otthon ágyban, de hallgasd. Igen, nagyon sok ilyen SMS jön, hogy gyerekek, köszi az egész évet, a jókedvet, és néha a komolyságot, a háttérstábnak is minden szépet és jót. Ezt MAP küldte nekünk. Valaki beiglit küldött, kalácsot kaptunk most éppen, és rengeteg köszönő hálálkodó SMS. Ezeket direkten olvassuk be, ne gondoljátok azt, hogy nem látjuk, egyszerűen csak mi nem azon stáb vagyunk, akik így nagyon-nagyon hype-olják magukat, meg királyoznak, isteneznek, és nem tudom, öntöménező SMS-ek százait olvassák be adásonként, de nagyon sok ilyen van, ezeket köszönjük szépen. Ja, csak jelzem, hogy a reggel nyírfacukros beiglét is kaptunk. Jó, igen. Ennek egy részét hazavisszük, de a másik része már ugye mindig gazdára talál. Igen, 40%-kal kevesebb kalória van benne, mint a répacukrosban. Igen, de és vajon mit mond erre Norbi? Nyilván, igen. Beigli. Mit mondhatna? Merre lehet most a Norbi? Hát elment most valószínűleg venni egy kis Bagli. Igen? És már megvette a karácsony ajándékot Rékának? Persze, de tudod mit kap? Mit? Bagli. De szerintetek most, hogy a kisebbi gyereket trenírozza, mit kap majd karácsonyra, vacsorára? Ja, hogy futtatja a kisebbi gyereket? Szerintem csak Bagli. Fognak enni majd karácsonykor. semmi más nem csinálnak. Fú, a Rékát láttam most edzeni. Valahol, tévében. Jó ki van gyúrva. Hát, azt gondolom, igen, hogy sok pasi megirigyelhetné. Kicsit le van szálkásítva már 10 éve egyébként. Azt gondolom, hogy igen. Nem keveset fetszül a testébe. Igen, Népligetnél rendőrök vannak, ott mindenki menjen óvatosan, nagyon-nagyon lassan, és emlékeztessük az autósokat, kéri egy hallgató, hogy időben használják a lámpát. Mármint, hogy ilyen időben használják a lámpát. Na! Peti, itt vagy nálunk? Hello, Peti! Hello, sziasztok! Mivel jöttél a gázsiért? Beállj! Jézusom, mit csinálsz itt? Hát karácsonyban, hát ha nekem is tojt valamit a fa alá. A Jézuska? Tojt neked. Hol karácsonyozol, Peti? Egyedül minden évben? Nem. Nem? Otthon. Családa. Tényleg? Családi körben? Családi kör. Már egyedül sem. Már ő magadat se hívod meg szentestére? Na és mi van a csajokkal? Van valami? És szórás. Ez az év, ezért ez bőkezű volt, nem? Most jelenleg nincs. Hacér vagy és elvihető? Igen. Aha. Igen? Dugsz rendesen? No. Hát, ha talán nem is ezt akartam így kérdezni. De volt valami kis mátkád az évben, akit aztán talán úgy sikerült... Egy menyecske, hogy mondta neki, hogy lefekszik veled, kap ajándékcsomagot. Nem ezt? Nem tudom. Odaadtad neki a csomagot? Nem tudom, hol olvasod ezeket. De végül is megkaptál csomagot, Peti, vagy mi volt? Hát volt egy komoly kapcsolat. Nem kaptam meg, hogy lesz egy rohadék, ha valamit igész valaki, akkor abadod. Tényleg, legalább utána adod az ajándékcsomagot, vagy legalább adj neki egy nyakbalkasztót. Ide teszem az éjjeli szekrényre a csomagot, látod? Holnap reggel elviheted, ha és amennyiben. Itt az inspiráció. Igen. Ja, hogy 10-esbe egyeztünk meg, bocs, ja, csak 5-öt hagytam ott. Sorry. Na milyenek a dalaid, vállalhatóak, vagy le se adjuk? Most mondd meg. Szóljál előre, meg, tudod, hogy ami kicsit is gyanús, azt nem fizetem ki. Ne közbeégjünk. Balázs már véget ért a Wundersön. Micsoda? Közelek karácsony. A szelleme az itt maradt közöttünk. Itt lebeg. Na. Nos. Három dal, melyikkel kezdjük? Van egy évvégi összesítő, celebek karácsonya, van egy betlehemezős, amiről ti is beszélgettetek, és van egy Szepesi Niki Christmas Special. Hát én a Szepesi Nikit hagynám a végére. Biztos, van csemege. Belehallgattam, sajnálom, hogy nem arra a bulizós alapra csináltad, mint a többit, ez most egy kicsit más Szepesi Niki, de kezdem azt gondolni, hogy te egy kicsit beleszerettél ebbe a csajba a szöveg alapján, oda vagy érte, vagy bejön neked, nem? Abszolút bejött, mivel gázsikat hoz. Tehát annyira sikeres volt ez a dal, hogy gázsikat hoz. Nagyon beleszerettem. Annyian klikkeltek, hogy fizet a YouTube, tényleg? Nem. Direkt jönnek felkérések, hogy Szepesi Niki mindenképpen legyen a műsorban. De jó. Mik a nagy slágerek tőled? A Szepesi Niki az nagyon, gondolom a városnevek, helységnevek, azt is nagyon szeretik, persze, ugye? Van egy ilyen részleges összeállítás, aztán
aztán van egy Mariska nevű dal, amit szintén nagyon ezek szeretek. Saját dalok, ezek saját, amiket nekünk gyártasz, abból kérdeztem. Hát van, amit innen használok fel, valamit így csak fellépéseken mutatok meg. Hívsz magaddal special guesteket? Rocker Zsolti, vagy a részeges dal összeállítás, Forgács Gába. Vagy defekt duó, vagy valami. Szoktunk kettesével, hármasával menni ilyen stand-up és sing-up comedy estekre. És te vagy a szingáp része? Aha. Kizárásos alapon. Jó. Oké, drága Peti, melyikkel kezdünk? Döntsd el, te legyen a celeb karácsony? Mit mondasz? Szerintem legyen a celeb karácsony. Jó. Ugye ezt összegeztem. Összegezted a? Ja. Tehát összegyűjtöttem a eddigi celebeket, akiket használtam dalokban, és róluk írtam egy karácsonyi dalocskát. Na, tehát hogy mit csináltak a celebek ebben az évben, ezt összegezted egy karácsonyi dalban. Meg kicsit hogy néz ki a karácsonyuk. Na, meghallgatjuk. Kicsit a tempó lassú, de azért szeretjük, jön a celeb karácsony elsőként. Celebek akniznak, most sem hagynak nekem békét. Sóbert Norbi hat után nem ehet szent este, Krisztofel a bával a csaját elverdeste. Vágó fekete karácsony gyorsul mára. Dévényi Tibi báb pöttyös gömböt dobál a fára. Nekem inkább fogsám virág két gömbje kéne, de nem lennék Antóni a következő könyvébe. Győzik-e karácsonyfát állít, meg áfát? Kaszatibi tájföldön lédi bolyok közt őzi az álmát. Berki Krisztiánnak meg zöld-fehér a fája, MC havernek meg milyen most a mája. Tóth Gabi még a karácsonyfa alatt is villant. Nem sokára újra bébi pityukákkal lesz tele a címlap. Balázsik Timinek adott a Mikulása, Balázsnak és Janinak Fondersőn a fája. Orba, szájba sztár karácsony, ez kell nekünk. Zsíros ételektől szenvedünk, hogy a szokásos legyen az ünnep. Keresek én egy Batfezer filmet, mert nem kell a celeb karácsony. Peti! Hey! Jó hangulatú kis karácsonyi nevecska. Igen. Kicsit after party is volt. Igen, ez már ez a 25-e tele van a hassal, de este 8 óra van, csendesen hullahó, megy a reszkesetek, betörők a tévébe, te pedig punyac. Miért itt technót hallgattok karácsonykor, vagy mitől after party? Én csak a Prügyi Duót, senki más. Nálunk a Prügyi Duóra osztjuk az ajándékot. A legnagyobbak. Vajon mit csinálnak most? Vajon hol vannak? Vajon iskolában még? Vagy mit csinálhat most a Prügyi Duó? Az utolsó néhányan már kibámulnak az ablakon, arra gondolnak, hogy megint együtt, és hogy mit fognak venni egymásnak. De hétfőn elköszönünk tőlük, jó? Hétfőn rájuk csörgünk, ha elérhetően. Jó, annyit beszéltem róluk, meg emlegettem őket. Hétfőn tényleg megnézzük, mit csinál a Prügyi Duó. Jó? Jó. Fölhívjuk őket? Csörögjünk rá, hogy kérdezzük meg, mit vehetnek vajon egymásnak? A Prügyi Duó. Igen. Na, Peti, mi a második dalod? Betlehem, ez micsoda? Második. Beszéltetek róla, jól tudom. Van egy ilyen hirdetés, az interneten terjeng, hogy Mária és József házhoz jön, akár... Hogy lehet ennyire gyors és napra kész? Ma reggel beszéltünk erről. Mr. Hiperhajtómű öcsé. Igen. Nem lehet, hogy fordítva történt, mert este átküldtem nektek ezt a hírecskét. De az is lehet egyébként, igen, mi nyúlunk tőled. Nem állítólag, ők pár évvel ezelőtt, igen, vigyázzál azért. Pár évvel ezelőtt ők voltak, és most állítólag valamilyen updatelt formációban, igen, ők újra mennek, fölhívtuk őket, hát egyelőre még ott nem állt össze a stáb. Reaktiválták a Szent Családot. Igen, a Szent Család megy. A vacsora elfogyasztása után Mária lefekszik a karácsony falá, és megszüli a kis Jézust. József sír. Ugye ez a műsor, és van egy telefonszám, akiket fölhívtunk két óra után, mert rendelhetőek. Szenzációs. És bónuszként lehet kérni, hogy a három király adja át az ajándékokat. Igen, őrület. Na most nekem vannak ilyen emlékeim még gyerekkoromból, hogy téten járkáltak ezek a betlehemezők.
hát elég jelentőség teljes mentes italt elfogyasztottak, amire odaértek hozzánk, és mi bezártuk az ajtót, és menekültünk előlük. Hát ez erről szól, nem? Hogy ilyenkor mindenki kicsit pihen. Na, meghallgatjuk a dalt, jó? Betlehem, ez a címem, ez jön most. De Józsi, valamit mondok, már nem vagy szomjas, látom, de igyál még egy kortyót. Azt mondják, betlehemeznek, de csak mindent megesznek, és Jézus egészségére rárabolnak a cefrére. Azt mondják, egy csillag az égen vezette őket régen, na de minden háznál ittak, és egyre több lett a csillag. A Mária se kis pályás, a bortól hátul a tolófájás. Rájönne József, rászól, nem arra való a jászol. Ez az otthon szülés más lesz, ide nem kell Gerép Ágnes, és József kügyög egy verset, de már is tartja a versenyt. Ide kell a gázsit rakni, ez a betlehemes hakni. Járnak házról házra, olcsóbb, ha nem kell számla. A YouTube-ról letöltve szól a Balázs Pali egy száma, és ha az udvarban belépve minket nem marad meg a kutya, önnek a Betlehem Turiszt a legjobb szolgáltatást nyújtja. És áttér a szomszéd háztól három lemaradt pásztor, olyan árokban alvós fajták büzdenek, mint a fajták. A napkeleti bölcsek szólnak, hogy valamit töltsek, és a Mária coming out-tól, hogy megint szűzlet mától. Itt a gázsi sebbe, csak tűnjetek a rossz sebbe. Járnak házról házra, olcsóbb, ha nem kell számla. A YouTube-ról letöltve szól a Balázs Pali egy száma, és József emlékeztet rá, hogy ne felejtsek el szólni, hogy húsvétkor majd szívesen jönnek tojást tojni. Feti! Nagyon jó. És a harmadik, Szepesi Niki karácsonyát képzelted el? Igen, igen. Ugye volt egy ilyen hír, hogy a Google-ben a legtöbben Szepesi Niki nevére és az én dalomra kerestek rá, és volt egy ilyen összesített lista, ami alapján 9. legnézettebb videó volt az éppen. Igen, erről beszéltünk, Niki. És gratulálunk neked. Ezért gondoltam azt, hogy csinálok egy ilyen Christmas special Szepesi Niki dalt. Elképzeltem a karácsonyomat Szepesi Nikivel. Igen, amikor belehallgatunk, ez már egy ilyen vallomásszerű dolog, nem? Hogy te most már itt kicsit leszűkítetted eddig a Szepesi Niki celebek, de most már Szepesi Niki és te. Tehát, hogy a dal erről szól. Erre már egy ilyen franchise lehetne felépíteni a Szepesi Niki jelenségre. Elképzelem, hogy mondjuk a karácsonyi piacnak ez egy slágere lehetne, egy olyan Szepesi Nikolett matrioska baba, amit hogyha szétszedsz, akkor a Polgár Nikiben Peti ott vannak. Van. Hát meg azok, akik felpróbált, illetve belebújtak. Szepesi Nikiről. Igen, igen. Na, meghallgatjuk Szepesi Nikiről, mit énekelt Peti. Niki meg ugrál a Peti falujában, új ruha, új frizura, új fazon. Ha már fáradok, csak újjongok, színes égők, meg szaloncukor, csúcsdíszként meg rajtam gugol. A könyveladással a révbe ért, hát kicsipkéztem a végét, a beiglinek szépül, igen, készül az ünnepi nagy asztal. Ez a fan nem fog könnyen beférni, hát álljunk meg egy percre, kellemes az ünnep. A faállítás egy szép szokás, de jól esne közben egy szolíd kis föcs. Ragad a kéz, de nem a gyantától, hanem a Petike farag egy éket. A tabba faragás az csoda, de én már mást húznék máshova. Elérem a tüdelem határát, hát Niki most te fogd a facárát. Amíg kibontom a pakkomat, ő szájába veszi a mandarint. Hát egy férfi mi mást kívánhat, Niki ad nekem a piros ruhádat. Petilla! Kedvenc témák! Ebben lubickod? Állandóan imádod! Tényleg. Azt lehetett egyébként hallani, hogy a Niki készül egy második könyve, szerintem, hogyha
hogy már harmadik lesz. Igen, már harmadik. Már van még. Már volt az ott. Atya úristen. Tehát a Müller nem írt ennyit már lassan, mint a szepesített. Igen, ez grafomán ez a lány. Elképesztő, hogy mennyi sztoria van. Lassan új alanyokat kell gyűjteni neki. Igen. Na, ezt akarom mondani, hogy ha jó marketinges, akkor felveszi veled a kapcsolatot, és mellé csomagolja a könyv mellé a lemezet azokból a dalokból, amiket róla írtál. De volt egy ilyen sejtésem, hogy azért hívtok ti be engem, mert meghívtátok ilyen special guestnek. Nem. Eszembe nem jutott. Picit féltem. Nekem az is meglepetés volt, hogy már bejöttél. Nem mertem a srácoknak megmondani, hogy érkezel. Sőt, néztem egy csomagolt autót is itt az udvaron, hogy esetleg áll, persze. Ja, hogy lesz valami kis. Ő nem hívott még? Nem küldött e-mailt? Vagy nem köszönte nem. meg? Vagy nem szólt? Próbáltam megkeresni, hogy esetleg egy kis közös videó ehhez a karácsonyi dalhoz, meg hogy forgassunk egy klippet, de nem jelent. Ha van egy kis humorérzék, akkor megkeres, és akkor megcsináljátok ezt a közös balhét. Na jó van, Peti, köszönjük neked az egész évet. Én is köszönöm szépen, jó? És kellemes karácsonyt és boldog új évet. Hakniban gazdag boldog új évet. Neked. Abszolút. Rengeteg fellépés. Meg üdvöd a rávaszerdei polgármesternek, Alpár Gyurinak, mert megígértem neki. Na jó, telefonszámodat előszeretettel mondjuk jövőre is. Jó? Igen, és szilveszterre van még egy-két hely Dombóvár környékén, úgyhogy nyugodtan hívjatok. Vidd magad a lerbe is annyit. Oké, rendben. Rocker Zsolt és Popper Peti. Úgy tolják most? Nem. Ja, ti ketten, oké. Okay. Peti, köszönjük szépen, vigyázz magadon! Én is köszönöm. Kellemes ünnepeket neked, ciao, Petinek köszönjük Sziasztok. Szépen. Sziasztok! Hello! Gyerekek, ha már dalok, hát amellett nem mehetünk el, hogy ugye ez a péntek, ez mindig egy kicsit ilyen muzikálisabbra sikeredik, és van valaki, akinek megint új dala van. Szerintem 2 percig hallgassunk bele, és ha lehet, hívjuk föl, csak hogy megmagyarázza. Pákónak. Oh, yeah. Ha már ilyen magasan szárnyalunk, Pákó új dalába egy pillanatra hallgassunk bele. Szívemben hull a hó, hosszú forró tél. Hogy official parancsol? Music video. Hosszú forró tél? hosszú forró tél. Csak mondom, hogy a Pákó céget csinálta a videoklipet, tehát ez már a videoklip elején is megjelenik. Garancia minőségre. Eddig 15 ezeren már meg is nézték. Hányan szeretik? Pákó idolát. Pákó áll egy zöld függöny előtt, egy ilyen green boxban, és ilyen hulló pelyheket varázsoltak mögé. Hát íme. Jaj. Ti is látjátok a közös monitorunkon. Ott van Pákó vadonatúj klipje. Egyébként ez a, mi volt az előző? Az mi volt? Az a olyá, olyújá. Az a idegenül van énekelve. Hát nem volt, az nem volt egy rossz zenei alap. Az jó volt. Te, neked ez egy fizetet, vagy mi? Nem. Ja, az alap az nem. Vagyis fogalmaztatok, hogy egy ilyen chilloutos beütés. Igen, az chillout. Igen, az egy nagyon chilloutos beütés volt, igen. Igen. Na. Na meg, az új dalt akarom. Az új dal, jó? Belehallgatunk kicsit, aha, jó? Na figyelj, innen indul. Na, itt van egy kis hirdetés. Pákó Film Present. Látod? Aha, húha, már sejtem, hogy ez látványban le fogja nyomni a Hobbit második részét. De legalábbis annyira biztos lesz jó, mint az Avatar. Na figyelj! Yeah, Mr. Lagos man! Check it out! Oh. Nem vagy itt suvit. Na milyen? Várjál, micsoda nő van vele. Megfagyom. Mondja azt, hogy suvít. Didereg a fulem. Szerintem nem teszik a klassz rotációba, nem? Én már bármilyen nem tudom. Szerintem már a Titus asztalán van. Szerintem rotáció gyanús. Szerintem ez ilyenőn át fog menni. Szerintem jövő heti négyszer, napi négyszeres játszásban lesz. Ha elvisszük tesztre ezt a dalt, a most szólok a tesztelőkhöz, hogy mindenki a legmagasabb pontszámot adja neki, mert akkor bekerül. Ha imádnám. Legalább nem szerintem reggel, úgy imádnám. Bekerül, hogy csak suvít. Mit csinálhat most? Pákó. Persze, alszik még? Csak kettő mondat erejét. Hívjuk már föl. Nézzük meg.
kíváncsi vagyok. Én annyira, tényleg annyira kedvelem őt. Én nem, valahogy nem tudok vele betelni. Meglátom és mosolyog. Tehát ő az az ember, mint az elefánt. Meglátod és mosolyogsz, nem? Vagy mint a delfin. Karácsonyozom nálatok. Ne meghívni, nem akarom. Én nagyon kedvelem őt. Ő Mr. Szeretet. Igen. Külföldön van? Aha. Ez más, hogy csak. Ez más. Ez külföldi szám. Jó reggelt! Fákó, hello, jó reggelt! Pauli! Na, Pauli! Pauli, kvartor fejem! Még ezt is tudja. Ez hihet, tudja már, hogy melyik rádió vagyunk. Pákó, hello, te merre vagy éppen? Hát helyének most jelenleg itt vagyok a Gyengyószeg Miklóson, a Gyikostónál, a Romániában. Szeniál, erdében vagy. Aha, igen. A Székelyföldön vagyok. Oda is indultál, Pákó, vagy valamit elnéztél egy hakni? Tehát vagy tudatos volt az útvonal tervezés? Tehát oda is akartál menni? Nem, ez nem úgy van. Nem úgy van, gyakorlatilag azt úgy jöttem el, hogy eljöttem kikapcsolódásra, hogy hát rám fél egy jó kis boldogság. De hogy elszívom ez a Székelyföldje, ez a szép jó levegő, egészséges levegő. És kérem szépen, most jelenleg mínusz 16 van Gyengyó Szent Miklóson. Mínusz 16-ot mértek, te jó Isten, jó Isten. Igen, de szó szerint, hát mi ma akartam elindulni Budapestre, és egyszerűen az autómat lefagy, nem tudtam indítani, ez el kellett ívni. Kivel mentél, egyedül mentél, vagy vitte magad a valakit? Nem vagyok én egyedül, hát előbb is ezt mondtam, Balázs, hogy én a boldog vagyok, boldog vagyok. Ja, hogy te vagy is a boldogság, ja, értem. Ja, hát ott van benned a boldogság, itt jó, hát ugye az ember nincs egyedül. Igen, abszolút, és így értek el, hogy itt a Gyengyószeg Miklóson tele van a hó, tudod, a szívemben hull a hó. És olyan surálatos, olyan szép távon egek, ne is mondjam, hogy milyen az a Gyikostól itt a Székelyföldje, ez annyira jól néz ki. Na, de ezt nagyon jól tudni, Pákó, hogy nem véletlenül vagyok, tehát nem arról van szó, hogy véletlenül egy utca nevet szeretném volna beütni, és egy város névlegbe lőle. Igen, tehát oda is indultál, ez mindenféleképpen megnyugtató, igen. Pákó, kérdeznélek erről az új dalodról, de nyilván ezt már te is megbántad, úgyhogy nem teszem. Nem, már nem emlékszik rá. Szívembe hull a hó, ugye? Belehallgattunk egy kicsit, hát ez... Szereted ezt a dalt? Jó. Én az előzőt jobban szeretem, a Májó, de ez is jó. Igen, abszolút. Ez a Májó után, hát mi jó egy, itt a téli oszú, a forró oszú tél, érted? És arra gondoltam, hogy ez a dal erről szó. Igen, a fiú csak aggatjátok engem. Arról szól a dal, hogy itt a ünnepség, a karácsony. És azok az emberek, akinek hiányzik, vagy hiányzik mellett a párja, vagy nincs mellett a párja, ezt a dal annyira megáll a helyén, hogy elkutatja a pályának, hogy mennyire hiányzik. Bárcsak itt lenni mellette. Ez a szerelemi dal, ez a romantikus dal, ami nagyon sokan imádják és szeretik. Uh-huh. Megnézitek a YouTube-on is, nagyon sokan lájkot kaptam. Igen, 15 ezeren már megnézted. 15 ezeren klikkel is láttam, igen, annyian látták. Igen, egy nap alatt. Igen. Szóval, ez a csúcs. Én nagyon örülök neki, és szeretném, hogy nektek is, hogy a húzson a szívétek a hó. És ez egész klasszatom aggatoknak is. De drága, hol karácsonyozol, Pákó? Hát a karácsony, kérem szépen, a családom fogom karácsony, hát a természetesen a páromnál, aki már együtt vagyunk nem olyan rég, és nagyon jó, érzem magam mellett. Megvetted meg az ajándékokat? Megvetted az ajándékokat? Mindennel kész vagy? Igen, az ajándékokat még nem vettem, de már a tervben van.
Ha tervbe van, és ha most az a megyek még van, mindenféleképpen, mert megyek Budapesten ma, és az lesz az első dolgom, hogy hogy erre fog szállítani a szidómet étvégére, hogy a minden szeretteimnek ajándékokat veszek. De drága vagy. Aki imádok és szeretem. Jó, nem is hallottunk még erről az új párodról, hogy titkolod? Titkolom. Mit akartál mondani? Na jó, hallunk róla, hogy nem nagyon mutogatod. Jól van, Pákokám, csak fölhívtunk, hogy jól vagy-e, meg minden rendben van-e veled. Vigyázz magadra, jó? Hogy van a hazád nyelvén az, hogy boldog karácsonyt, ha egyáltalán mondtok ilyeneket Nigériában? Igen, a boldog karácsony Nigériában azt jelenti, hogy Kérészi Messi, adunde, adu holoho, kérészi Messi, adunde, adu alama, egy a. Ez a boldog, ez a kis karácsony, nagy karácsony volt. Kis karácsony, nagy karácsony. Szóval, hújjon a szívetekkel a hó. Hújjon, vigyázz magadra. És mindenkinek kívánom a boldog karácsony ünnepeket. Nektek is, a Balázs, a Jani, és a Feri bácsikámnak is, és a minden klasszak agatoknak. Boldog karácsony mindenkinek. Vigyázz magadra, Pákó. Jó, nagyon szóval köszönöm. Ciao. Bauni! Bauni! Szívembe hull a hó. Én nekülek megfagyok. Mondjátok, hogy nem jó az. Elmészászom. Ez eszek belép a tét. Itt, akkor még itt vagy, Pákó. Maradj csak... maradj. Szia, Pákó, szia. Bauni! Itt vagytok még? Bolond. Nem mondjátok, hogy nem csal mindenki arcára mosolyt. Nem, hát mekkora bókó. Jó van. Imádunk, szeretünk. Aranyosak vagytok. Vigyázz magadra. Jó. Bauni, sziasztok, Bauni! Mit csinálsz? Ez óriási. Te a tábolod, nem? Jézus várja. De nem neki a legjobb, én mindig azt mondtam. Ugye? Na jó, van. Jövünk mindjárt a nap legjobb pillanataival. Jó? Mutatjuk egy rövid reklám, és ezzel folytatjuk. Ez itt a Morning Show. 6 perc van pontosan. 10 óra. Hát őket nem tudjuk akkor meghívni. De kár. Az új telefonszám felé. Pedig a csapat erős, ahogy hallottam. Az egy emlékezetes karácsony lenne számunkra. Viszont Prügyi Duó hétfő. Ja. Prügyi, hétfő rájuk csörünk. No, hol van a Prügyi Duó? Mit csinál? Így illik. És annyit beszéltünk róluk, hogy most felhívjuk őket. Csabi, hello, jó reggel. Jó reggelt, szevasztok. Hello. Szóval nem lesz az, hogy Mária megszúrja Jézuskát a falat, aki sír. Hát. Ez egy több éves dolog, most állítok újra mennek, de hát ha ilyen állapodó mennek, akkor nem tudom, hogy most mennek-e megint. Hát meg ráadásul ugye a programban, amit megrendelhetsz, erről jelzik, hogy vacsorára is maradnak. Hát az a fontos szerintem a programban, tehát, hogy mennének vacsorázni. Gyerekek, én azért egyszer csapnék egy ilyen görbe szentestét, mert hogy mindig ugyanolyan. Jön a család, hál' Isten, örülsz együtt vagy azokkal, akiket szeretsz. Azért 8 órakor megérkezne Mária, aki ott megszüli a kis Jézust a fal alatt. Három ember lenyom egy ilyen performance egy 20 percben, nem mondjátok, hogy nem dobná fel a karácsony. Jó, nem? Jó, tehát szerintem egyszer nagy mozi. Én is benne lennék, de nálatok. Igen, azt akarom, hogy csinálj meg nálatok, megyek én is. Szerintem egyszer az életben ez nagy mozi. 60 karácsony normálisan, a megszokott mederben egyszer egy ilyen görbe karácsonyt lehet csinálni. Na jó, hívjuk a naphallgatóját már is. Holnap munkanap, Csabi? Holnap munkanap, igen. De nem kell jönned, maradj otthon. Nem, ez a veszély. Megpróbálj. Nem, ezért kérdez. Ez a veszély nem fenyeget, ne aggódj, nem gondoltam rá, hogy beül. Morning show. Az bizony, jó reggelt. Jó reggelt. Jóci, te számítottál ránk? Hát bíztam benne. Bíztam benne. Azt írta nekünk a főnököm, azt kérdezte, miért nem válaszolok neki percek óta hozzám beszél, mondtam neki, hogy ma én szeretnék lenni a nap hallgatója. Így van. Mint ezt előre láttad. De hogy volt ez, hogy oda ment hozzád, vagy nem akartad meghallani? Hát igen, nincs túl jó kedvem, aztán úgy mit tudom én. Igen, hajtás van nálunk, hajtás van, nagyon. És gondoltad, hogy egy nap hallgatója címmel kicsit elviselhetőbbé teszed a pénteket? Igen. Na, hol hallgatsz minket, Jóci, helyileg? Békés megye, Mezőberény. Mezőberény. Jól van, nagyon sok ajándékod van. Tényleg? Igen, mindenféle szépséget adunk neked. Jó? Nagyon jó. Bizonyám.
üzemanyagot, kártyát, mosást, nagyon sokat, sok mindent, ugye? Jól mondom? Jól, itt van-e. Na, mindjárt lejátszuk. És jó, meg van egy 50 ezer forintos értékű ajándékod is. Hoppá, ez ott az ékszer. Ékszer? Ma ékszer van. Ma ékszer van, tehát kapsz ékszert, kapsz egy csomó üzemanyagot, olajat, ilyeneket. Igen. Szuper. Nagyon boldog karácsony neked, köszi, hogy minket hallgat. Köszönöm szépen, nektek is. Ciao. Hello, sziasztok. Hello. Na, ki kezdi, mert mindenki akar még valamiről valamit valahogy mondani. Én csak néhány közhasznú mondatot szeretnék mondani, így karácsonykor ugye a vásárlás nagyon fontos szempont, hogy odafigyeljünk a környezetudatosságra, és van most az országos hulladék gazdálkodási ügynökségnek egy nagyon jó kezdeményezése, úgy hívják, hogy zöld lista. Ha valakit érdekel, az menjen el a selektalok.hu weboldalra, és akkor ott megnézhet, hogy milyen szempontok alapján érdemes összeállítani a karácsonyi bevásárlást, és hogy milyen jó lenne, hogyha mondjuk olyankor is odafigyelnek azokra a dolgokra, amik alapján majd mondjuk a jövőnk is egy kicsit életőbb lesz, hogy készítsünk mondjuk bevásárlólistát, meg nagyobb kiszerelési termékeket válasszunk, meg kevésbé becsomagoltakat, meg helyi idénytermékeket vegyünk, stb. Nagyon pozitív dologról van szó, hogyha érdekel valakit, az menjen fel a selektalok.hu-ra. Menő. Bőrület. Amerika. Tiszta Amerika. De tényleg ezeket kell sokkolni. Pontos, persze. Recept, Feri? Van recept, egy nagyon egyszerű van, mert ilyenkor karácsonykor mindenki belehúz, de vannak olyan családok, akik nem szeretnek belehúzni. Vagy anyagi okok miatt nem szerettek belehúzni, mert nincs pénzük rá, vagy azért, mert azt gondolják, hogy jobb az ünnep úgy, hogyha mondjuk játszunk a gyerekkel, meg beszélgetünk, és hát halat meg ilyenkor a magyar ember eszik, ugye az éves fogyasztás jelentős részét ilyenkor döbbi. Igen, sokat, igen. Úgyhogy egy tök egyszerű, az a neve, hogy rácponty, aki nem ismeri, az majd tejfölöl, most megismerni. Tejfölöl vagy tejföl nélkül? Tejfölös a rácponty. Rácponty tejföllel. Nagyon egyszerű, meg csak beteszed a sütőbe, kész, és akkor már lehet karácsonyi vacsorázni belőle például. Nekem úgy, ezt hoztam. Elő mindig a Gábelyi parodi jött az eszembe. Rácponty tejföllel. Nem? Mindenső jövök több. Bonyolult hangzik, nem az? Nem. Semmi. Azt kell csinálni, hogy mindent így leraksz egy olyan edénybe, amit be tudsz tenni a sütőbe. Átlagod Ferit. Nem kell. Semmi. Az alapanyagot, hogy jön a Feri, megfőzi. Igen, egyébként azt is megcsinálom, ha gondolja valaki, akkor szívesen, de hogy semmi, tényleg össze kell vágni az alapanyagokat, betenni a sütőbe, megsütni, végén állocsolni a tejfölt, még sütni 10 percig, és kész lehet enni. És együtt sül meg a köret, meg a hal. Tök egyszerű. Imádom, amikor olyan emberek, akik kevés vágják a témát, azt mondják, hogy egyszerű. Ne, tényleg egyszerű. Hát de olvasd el a receptet. És akkor gondolkodtunk egy kicsit a maghasadáson, aztán kész lett. Nem, ez nem atomfizika, ez csak főzés. Hát most föl tudod vágni a zöldségeket, a krumplit, a hagymát, a halat be tudod csózni, rátenni a zöldségeket. Balázs pedig letépi a tejfölös doboznak a tetejére a fóliát. És kész is. abban nagyon jó vagyok, igen. Nekem is be kell mondanom, amit szívességet teszek, megkértek, de szívesen teszem. A baptista szeretett szolgálat, a cipős doboz akciója, nagyon sokan ismerik, 10 éves immáron, és ma 11 órakor a Nemzeti Múzeumban adományosztás lesz 250 kis gyerek részére. Ha valaki tud, akkor menjen oda, itt nagyon sokan ajánlottak sok mindent, és mesekönyvírók, írókat is kértek el, hogy ajánljanak fel a gyerekeknek, és a többi író felé a Csabi mesekönyvek írója is felajánlott egy csomó mindent. Úgyhogy ha valaki tud, akkor nyugodtan menjen oda, ha szeretne segíteni. Láttam őket kint egyébként a nyugati téren. Így van, nagyon sok helyen vannak. Ódákban is lehet, iskolákban is. Nagyon sok helyen van ez a kezdeményezés, igen. Csabikám, remek zenéid lesznek? Én majd délután megyek szánkót festeni a bazilikához, ez is egy jótékonysági akció. Na, tényleg, de jó. De addig óránként adok 50 ezer forint nyereményt a hallgatóknak. Tessék megkeresni a csengettyű hangját, és közben meghallgatni többek között Mohamed Fatima újdonságát a következő órában. Ragyog a szívem. Egy igazi, vidám, jó kis dal. Imádom Fatima hangját. Nagyon jól énekel. Ajánlom nektek. Klassz lesz. De jó. Mindet elmondtunk? Szerintem igen, mehetünk. Hétfőn jövünk. 6 órakor. Szép hétvégét mindenkinek. Szevasztok.